I said just. A műsor támogatója az alza.hu. Számítógépre lenne szükséged, de nem értesz hozzá, miképp rakössz egy saját asztalit. Legyen szó egyszerű irodai munkáról, vagy komoly 3D tervezéses melóról, itt nincs akadály. Az olcsóbb munkagépektől a high-end gamer gépekig minden felsorakozik a webáruház kínálatában. Legyen szó PC-ről vagy Mac-ről. Gépet a legjobb áron, az alza.hu-tól. Jó szórakozást a streamhez! Na csók a családnak, sziasztok fiúk, lányok, paplóak vagyok, és meglepő módon nem másra fogunk játszani, mint a GTA 5 RP-vel, ahol egy-két újdonság is bejött, mint például egy új börtönrendszer, amivel valószínűleg meg is fogunk ismerkedni, hiszen illegálok vagyunk, és hát megesik az ilyen a legjobb családba is. Viszont csapjunk be a lecsóba, feszkó van, valami van a Blac körül, kiderítjük, hogy mi. Nézzük. Hát csinálsz egy ilyet a fegyvereddel. Csinálj egy ilyet a fegyvereddel. Csűváz. Célosszak. Igen, és akkor tudod, van a célzód, van a célzód. Igen. Nem látom. Érted? Mert nekem izé van a sima, ami rajta van a fegyveren, és akarok rárakni egy extrát, érted? Nem érted? Igen, belső izé szemeddel ránézel keményen. Na, elmélyedsz magadna, és igen, akkor már érti. Tudsz látni. Buci érti. Na, Buci érti. Mert mi a baj? Hát azt meg kell csináljam azt, tudod, mert így, ha így vagyok, látom, igen? Tudod. Ja. De viszont ha belenézek, akkor meg már nem látom. És ami van, az a kicsik, ami rajta van ezen alapból, igen? Olyan vak vagyok, hogy azt meg nem látom. Komolyan? Add már ide, hadd nézzem meg. Nem ért? De nem érti, geci, nem igaz most. Hát de, belenéznék, hogy... Én hogy látom, mert azt mondtad, hogy amikor belenézel, akkor nem látom. Nem értitek. Nem értem. Lényeg az, van a célkereszted. Tudod? Igen, nagyon picike. Amiről, igen, na és... Na erről beszélek, és azt igen? Meg tudom úgy csinálni, hogy legyen. Érted? Ja, plusz extraként. Na és persze, mivel most persze. Van, örülj, így alapból nem basznak meg, de tudsz, igen. Mi? Mi megbasznak? Nem. Nem szeretjük az ilyet, nem véletlenül nincs. Próbáld ki. Ó, bazd meg, hát ami most... miatt nem véletlenül vannak felhők, meg ég, meg de, okay, nem véletlenül az vannak van. Bokrok, meg ajtók, az van, meg árnyékok a világban. Az van. Hát de mindenkinek ilyen van. Mi? Na most akkor nem lehet? Okosan a szavakkal, mert súlyon. Figyelj, inkább jó, ne akar. Sok embernek. Igen. Szerintem inkább ne akar. Ó, geci, de hát akkor meg alapból meg semmit nem látok. Hát, de lát. Város csak picit, így van. Ember. Én is előveszem, azt látom, akkor... csak icipici pöttyöcske. Igen. Hát, azt kell megnézni, hogy ez merre van. Örülj, hogy van. Régen az sem volt egyébként. Igen. Csak ha ennek... elviszed szerelőhöz, a fegyveredet, kovácshoz, és az a pöcsköt, hát raksz rá egyébként szkópot, az cső. Igen, ja. Vagy valami szkópot. Azt mit mondják. Pici-pici pöcköt meg lehet izélni, színezni? Azt lehet színezni, igen. De ezt mondom.
Hát akkor ezt mondta, hogy a CZ-t akarod színezni, basszat. Hát ezt mondom, hogy azt akarom megcsinálni, ne fehér legyen, mert ember így rá a buszor, és már nem látom, hogy hol van. Hát igen, azt csinálhatod. Azt csinálhatod, azt csinálhatod, azt tudják. Beszélj magyarul, és akkor értjük. De ez pofa az. Ilyen hülyén elven beszélsz, akkor nem értelek. Értetetlenül beszélsz, állandóan. Szerintem itt. Láttátok az új BTK-t, bazd meg? Nem, nem volt benne. Igen. Nem. Miért nem akkor hozták be, amúgy miért nem akkor hozták be ezt? Buci, mikor én ott voltam a rendőrségnél, ember. Ez 720. Ha már ember, akkor kurva jó. Hát persze, ember, mert millió most lennék. Mi? Mert hát már kiadsz egy számlát, és akkor persze. Mert megemelték a pénzt is. Nem, hát neked leszámlázok 1.800.000, annak x százalék a zsebbe megy. Hát ezt kérdezem, hogy kapsz-e be ő pénzt, ne? Hát persze. Csákéke! Kulcs szó az irányzik. És ezt elmondhatom, vagy nem, azt nem tudom, úgyhogy én nem mondom semmit. Szerintem kulcs szó, igen. Szerintem is. Lehet, hogy ezért vannak ilyen izék, mocskok a rendőrségnél, nem? Mert hogy mindenre megkúrnak, hogy tele legyenek gempával. Mi ezt nem tudhatjuk, ugye bár. Ki volt az? Ki volt az, Pufi? Nem tudom, de még szájbarogom, még egyszer pofázni. Biztos nem kéne ráemlékezni, miután elment. Olyan régóta. De most akkor azt mondjátok, hogy a célkeresztről ezt fegyverkovács, akkor ezt lehet? Vagy ezt most nem lehet? Szereti, nem szeretik, de lehet. Hát, mit tudom. Nem értesz, hogy lehet? Most már félig és hiper. Az előbb azt mondta, meg nem lehet. Na, az Isten húzzon a faszára. Lehet, de nem szeretik. Ennyi. Ezt tudod olyan, hogy... Igen. Ránézted a csajod más faszira, nem szúrod ki a szemét, de azért belül érzed, hogy kinyomnád. Érzed, kinyomnád. Értem. Ez olyan, mint az annál, valaki szereti, valaki nem. Vagy mi? És ti hogy vagytok vele? Hát ez kiderül majd, ha börtönbe kerülünk, nem? Engem nem vannak sebbe kúrni, én egyet magammal visszakintudom, hogy... Nem az annára gondoltam most ebbe. Ha nem? Mire gondolsz ilyenkor? Még csak az annára se. Semmi, elnézést. Elgondolkodtam. Hát helyes. Tepsi. Ön kell baszni, geci húsvételet. Hol van még? Most mivel basztak fel? Amúgy megugod. Ráérsz akkor segíteni? Jó. Ja, megvárom grándot. Amúgy azt is megmondtam, hogy ezt a faszopó rohadt kamulövedékkel, hogy csak akkor hordjad, ha akció van. Nekem nem mondtátok itt. Hát de akkor leveszem, ha senki nem mondta, hogy akció van. Nem egy rohadt tech vagyunk, bazd. Kivéve, mikor akciózom. Én maga a tech vagyok. De hallod, öreg, gyere már beszélgetni. Nem akarok. De papi, akkor például nem lenne baj, hogyha bekapcsolok monitoron egy piros célkeresztet? Nem tudjuk ellenőrizni, nem tudunk semmit tenni ellene. Máté. Ez a válaszomra. Nem szeretjük, mert előnyűzültet, de... Mindenkinek szíve joga. Ajajaj. Kurnod kéne egyet. Van már bulád? Mi a helyzet a nagy csöcsüvel? Most írtam a per. Na, helyes, látod? Most ne verjétek meg, jó? Meditálom. Írezte, hogy szóltam. Légy szíves, amíg tudatomon kívül. Húzzál már be! Elmélyülök egy pár percre. Valaki írt bazd meg, hogy Hali. Hát ki a faszom ezzel? Én voltam. Köszönöm vissza neki. Hát visszaírtam, hogy ki a fasz vagy. Úgy írt az asszony. Akkor a pocakja van már Esztinek, alig bír menni. Na szia szívecském, mi a helyzet? Hogy van? Hello! Minden oké. Okay. Na, hogy itt van a babucim? Itt a kórházba dielék. Igen? Gyere be, azt nézd meg. Jó van, megnézem, már is jó. Mint egy hordó. Jó van, nem baj, az én hordom, hogy csapra verem. Na, jövök. Hello. Pufikám, dobjál már be a kórházba. Azt mondja, hogy be kell mennem, megnéznem a hordóját. Hordó? Amit a hasára gondol? Gondolom, hogy arra. Már a kihordó, nem? Ha-ha! Na mondj. Csá, papi! Átöltözött a karakterem férfiből nőbe. Szerinted melyik admin zavaratom ezzel kapcsolatban, vagy mit tegyek? Írsz egy reportot. Biztos megoldják. Na 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 na. Pa-pa-pa-pa, csak faszlom a kem. Elnézést. Te eddig itt szőke voltál?
Halló. Elnézést csak. Fejbe helye kellett raknom valamit. De mindegy. Erre volt egy kérés. Tartsuk magunkat hozzá. Nem de. Halló. Nem de, nem visszabeszél. Ez meg lett kérve, maradjon így. Jó, de nem érted mindegy, de igen. Hello, szia. Szép napot, Eszterkéhez jöttem. Nem láttam még. Mi? Hát akkor mi a fasz? Azt mondta, hogy jöjjek be itt fel a kórházba. Lehet, megkérdezem, jó? Jó van, mondja már, hogy a drága férjébe jött ide, aki a vőlegénye. Megbeszéltük, hogy csak, hogy a modern támadás vagy bármi máson, akkor írogassanak oda. Jön, jó? Mindjárt lesz. Igen, el is indulok. Hello! Ciao. Itt van akkor valahol? Elbújt? Éjszak volt, ezért ki kellett jönnünk abból a kis szobából. Értem. Így van. Csű, vázz! Szalmas. Szia, drága! Ó, milyen jó kis hózentrógéd van. Várjál, beállott pózba. Milyen pózba? Hopp! Ó, a szüperbabanya! Te az! Oda nézdik! Na, jó, nézel ki, drágám. Bélgombóc. Az az én bélgombócom. Így van. Remélem nem a melkasodon robban ki, mint a filmbe. Nem. Hát az Alien. Hát nem azért, de lehet, hogy jobban örülné, hogyha onnan mint alulról, nem? Most? Ja, én mindenki. Ki tudja. Még gondolod, azt akarnám, hogy meghalljál? Még összesen házasodtunk, hogy enyém legyen a vagyonod fele. Kéne egy helikopter. Sőt, az egész. Az összes. Mi van a házunkkal? Igen. Nem tudom, az jó. Tökéletesen így van. Maximál osztat miatta. Beszéltem a izével, a tesómmal, de azt mondta, hogy most börtönt építettek, nem volt idejük erre. Ilyen elkényeztetett ficsúrok legyünk, hogy itt a házat építenek nekünk, miközben ott a közintézmények meg le vannak szalva, szóval ja, bőri lett. Igen, jogos. Ti voltatok már az új bőriben egyébként, mert hogy ott van orvosi szárny. Igen, nem megyünk el megnézni? Nem voltunk még, de elmehetünk. Várjál, akkor viszem Jax-et. Hozzá orvosi kocsit is, és akkor legalább körbejárjátok és megnézzük, hogy mi jó van. Most pszichóztassa szerintem. Jax kedvence a szex. Mert megnézzük a csillagbörtönt. Szorok pufikának. Várlak kint. Pufikám! Megyünk börtönbe. Miért? Mert Eszter meg akarja nézni az orvosi szárnyat a börtönbe, az bevisz minket. Te nem akarok menni börtönbe, hagyjál már engem. Hát nem nézzük meg, hát most épül. Engem hol érdekel, nem vagyok én orvos, hát te menjél nyugodtan. El se jössz megnézni, hát bazd meg, megnézzük, hogy hol lehet kiszökni, meg ilyenek a baj van. A gyenge helyeket. Én orvosi szárnyal nem hiszem, hogy ki lehet szökni. Fingom sincs, bazd meg, azért mondom, hogy menjünk be, azt nézzünk körbe, hogy hol lehet meglépni. Hogy véletlenül bekerülünk. Á, mindenhonnan meg lehet. Látod a Szökés című filmet? Igen, de nekünk hétkor jelenlésünk van, azt ugye tudod? Hát de még csak negyed hét van. Hát legyen mentős, hát gyere vissza a kórházba. Szaturációt megvizsgáljam. Itt húzod itt az időt. Aha, várjál. Hát gyere vissza a kórházba. Hát, az én időmet! Menj vissza legalább. Na jó, mondjátok meg Délnek, hogy jöjjön vissza a kórházba. Menj vissza a kórházba, és akkor mehetsz a bőribe, hogyha nem bírod az alvilékot. Kinyomom a szemedet. Így van. Viszont a börtönsíptet. Na, Eszter, hozzá már egy mentős autót, azt nézzük már meg. Nincs elő mentős autó? Hát én nem látok, te látod? Oda kinézek és nézek. Akkor gyertek le, gyere. Beszólom, hogy jól sziasztok. Jó van, puszi. Végre mehetünk úgy mentős autóval, hogy nem sérültek vagyunk. Amúgy? Ugye? Egy gyors szumit kaphatok benne egyébként csak? De itt vagyok. Kocsiban? Ja, ahol mindegy. Ez egyébként nézhetetlen. Ugyan, mint az robotzsarú csóró. Na, szépen hallod a makomnak a virágát hordozza. Így van. Most értem, én nem nyertem, de inkább beszélni. Mi biztos gyönyörű gyerek lesz. Ne beszélj így. Hogy próbáltam? Próbáltam.
próbáltam, de mit kezdem próbálni, ne kelljen. Hát ez ilyen hallan. A fúró fejem van. Nem tehetek róla, hogy kétszer lőttem. Hát azt hittem, hogy izé szedi a tablettát, érted? Alul felül meg kell tölteni ilyenkor, mint a pulykát. Nekem azt tanították. Milyen összére fagytál? Nem, Jaxet várjuk. Sokat kapod. Gyere, Jax, itt vagyunk a parkolóba. Lentibe. Nem akarok egyedül menni, túl átlátszó. Az életben sincs szél keresztet a kis pisze, hát ez így van. Ezt mi újság? Minden fasza egyébként. Hétkor lesz valami a megbeszélés, aztán Pufi, hát hétkor olyan tárgyalás lesz. Mindig azt mondta, tárgyalás. Hétkor lesz egy tárgyalás itt, mert sok a ízé. Üzet ember vagyok. Hát biztos én is azt hazudtam a Litának, hogy izé vagyok könyvelő, vagy mi a faszom. Szépen megfogom, hogy rábasszuk a ürése. Na, most mi van? Na hát, még hazudok én. Hát az meg egész héten csak tárgyaltam. Na, trágyaltál. Ne fogdasd már combomat, légy szíve. Azt csak azt hogy a faszomat fogja. Csak azt néztem meg, hogy a sérülésed hogy van. Tudjátok egyáltalán, hogy hova építették az új izét? Új börtönt? Az új... Nem tudom, nem ide az izébe? Akkor jó, hát nem ide. Hát akkor az a régi csillag. Mindjárt várja, előre nyúlok, úgyis előre lépek, és... Ott. Ott van az új bőri. Régen volt egy régi börtönépület, ami nagyon romos volt, és azt újították fel. Hoppá! Igen. Polgárjenő? Igen. Hát a tesó, tudod? Aha. A nagy tesó. A nagy tesó, Big Brother. Igen. Very Big Brother. Ezt neki csumász. Egyetlen probléma, így úgy hallottam, hogy távcsöves puskás őrök vannak a toronyba! És akkor nem lehet bemenni, vagy mi? Hát be igen, csak hogyha véletlenül ki akarnék hozni, jönni, akkor majd a tortába kell sütnöd izét. Cuccod. Kenyeret? Igen. Vagy na a kenyérbe kis izét? Reszelőd. Igen, meg figyelj, szívem az van, hogy elméletileg bent nyitnak nekem egy ilyen böri számlát, és tudsz rá nekem utalni, hogyha úgy van, hogy kicsit könnyebb már, legyen tényleg? Az élet. Aha, és akkor tudok belőle venni cigit, meg ilyenek. Hallod ezt, Steve? Nekem is, mert csöves vagyok. Jó, vagy nyiss el számlát te is. Köszi. Azt kell, majd úgy kell kérnünk egyébként, hogy amikor izé van, egy telefon van, akkor úgy kérjük, hogy már tudjuk a számlaszámot, hogy kintről tudjanak rá utalni. Megosztott ilyenkor, számla. Minden alkalommal ilyenkor új számlát nyitnak, aztán tudja a faszom melyik közénk. De idővel elméletileg be fogják kötni a telefonokat, mert vannak itt a meghallgatóban. Hoppá. Már áll itt egy autó. Igen. Itt balra parkoljunk le szerintem. Vagy már itt be akarsz menni erre? Én erre nem mennék. Hoppa. Csukd be. Tudom, hát mentős vagy. Be kell tudnod jönni. Parkolj le itt a parkolóba. Rokkant parkolóba. Ott mögötted ott áll egy csomó parkoló. Nagyon jó. Kiszárok messzi szék. Hogy most miért? Na bazd meg. Ott az Isten passzára jöttünk ki. Ne. Ez egy rendőr úr? Mindjárt megkérdezem. Igen. Csak civilben nyomassa. Mindjárt vele menjünk be. De jó lenne egyébként, hogyha lenne rendőri kísérlet, azért itt őrök, iszik vannak. Azért jövünk mi is a pufival. Bocsána! Szép napot, rendőr úr! Hallottuk, hogy megnyílt az új börtön, és van mentős részleg, és gondoltuk, hogy megnéznénk, hogy milyen felszerelések vannak esetleges műtétekre. El tudom minket eszkortálni, hogy megnézzük? Hogyne, persze. Köszönjük szépen. Na, király. Önbe kitesztelhetünk, rendőr úr. Hát szerintem ez ilyen koedukált szerintem, szóval. Itt kell bejönni. Hát, igazából nem mondom őszintén, én is most vagyok itt először, hogy nekem is felfedezés lesz, hogy akkor együtt felfedezzük. Pontosan. Csak nem lőnek le minket, nem? Van a Zabi testvérem, a polgármesteri hivatalban van a jelő. Nincs állapegyben. Pi, valaki becsipogott, szívem, pufi. Figyelj! Itt az úr, hogyha már tudod, hogy mi a számlaszámom a böribe, akkor nála tudsz utalni. Menj már. Az enyémet is mondom ezt, jó? Ajándék küldés az elitnek. Sok úgy, hogyha tudod a számlaszámomat, akkor tudsz rá küldeni nekem pénzt, hogy ne dögöljek meg. Igen. Ez nagyon menő. Igen. Itt van a izé. A beszélgető le. Igen, itt vannak a beszélgetős fülkék. Itt van. Na, be se jön.
Itt kell, hogy a csöcseidet az ablakra nyomd, hogyha baj meg, van. Lassan meg, lassan meg. Igen, az igen. Itt kell cicizni. És elméletileg majd működnek idővel azok a telefonok, az jó lenne. Hű, ez nagyon menci. Hol van az orvosi részleg? Hát gondolom, hogy bent. Szerintem az beljebb lesz, rendőr csak ide már vezet minket, mert neki van kulcsa. Ránk zárta. Eszter, kinyitnád? Szerintem neked is megyek, van. Megyek. Elvileg lehet, hogy nektek is van, igen. Én is jobban nem, mert akkor lehet. Nincs. Az mondjuk baj, hogyha neked nincs. Nincs. Az jó, hát nem baj, legalább úgy is úgy a biztos szerintem, hogyha ide jöttek, akkor rendőrökkel azért veszélyes izék vannak. Mindenképp. Igen, igen. Bim. Jaj, mi ez? Mondom a féniszté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 s
kosár ítéltek lesznek. Azt a mindenit. Sose fogunk bekerülni, mert mi tisztes állampolgárok vagyunk. Miért volt felírva falra, hogy Puffinak baby penisze van? Mert valaki hazudott, az én paszt. Kifestős könyv, biztos. Mi a fa... Azt a rohadt. Mi ez? Mi a baj? Azt nézd meg, Eszterem, hogy ezt tudod nyitni, ezt az ajtót itt jobbra. Ha, megnézem. Nem azt, jobbra azt megy egyenesen, az meg tipikus nő. Ja, de... Ezt. Ezt sem tudom. Ezt sem tudom. Akkor rendőrrel tudtok ide jönni, az nem baj. Az jobb is. Ott egy ember. Szerintem az nem volt zárva, és hogy ezt nem is lehet zárva. Ezt nem lehet, mert hogy itt ki kell jönnünk, hogy beszéljünk a izőkkel. Ha véletlenül bekerülne bárki. Igen, az már itt a gyelítélt, itt már járkálhatnak, kellhetnek. Igen, akkor innen forduljuk vissza. Mi hát maga rendőr. Ezt mit csinál? Igen, de viszont maguk civilek. Hát igen, de hát azért jövünk, merre van az orvosi szárny. Azt szeretnénk megnézni, hogy előkkel biztosul. Te van olajozva a teste. Full olaj a teste, baby olaj. Hallod, ne pasizzál már itt a baby olajjal. Mi van itt? Ó, itt a menza. Figyelj, itt a menza. Azt a... Figyelj, itt én is tudok venni kaját egyébként. Hű, de jól néz ki a kaját. Szép napot. Figyelj, hamburger, chips, kóla, kávé, cigi. Nem költözünk inkább ide? Egyet szeretnék kérni. Nekem nem ad meg, nem. Mocskos szemét, azt mondja, csak az elítéleteknek fel. Jövök ide dolgozni. Hát, te tudsz ide jönni dolgozni, mert te mentős vagy. Hát nekem is mentősnek kellett volna. Hát, mondanám. Ez nagyon menő. Gyere, Pufikám, ne maradj le, mert aztán megkísérlek itt a mentőről. És merre menjünk? Erre tovább, menjünk, és elméletek balra van. Mint kórház. Úgy jelöli itt a börtöntőkép a falon. Ott is van valami pali. Ez egy börtönőr szerintem, igen. És figyelj, lent van ilyen edző. Igen, meg kosárpálya kettő. Az nem jó hangzat, ez a... Itt balra. Nézzétek. Szerintem ez lesz az ajtó. A szépen van kikövezve. Látnak vagy? Nem, mégse ott van. Ezt se tudom nyitni. Akkor nézzük meg, itt van két darab oszlop. Wow! Uh-huh. Itt van, Pufi! Hú, üvöltöz nekem szépen. Ez nem az. Hú, ezek a cellák. Húzunk innen. Azt a mindenit. Menj már! Nincsenek most is lány, vagy azt ide kerülsz. Biztonság. Ez kemény. Figyeld. Igen. Hát itt mindenki késelni fog. Úgy érzem magam, mint egy óvodás csoport. Itt, dehogy. Ez egy mexikói börtön. Riba! Ez Scooby Gondales. De ez valami ilyen extrém elkülönített szárny lehet. Na, hát szerintem ezek sima cellák. De menjünk ki, mert itt hagyott minket a rendőr. Ja, menjünk, mert megijedek. Hol a faszban van az orvosi rész? Nem, hagyta. Lehet, hogy ott van. Nézzük meg ezt szállt. Hát ez itt... Ki tudja nyitni? Nem. Hát akkor nem itt van. Nem lesz. Hol van? Ez itt a konyha volt, ugye? Ez a konyha. Hol a faszban van a mentős rész? Ez? Megvan. Ez az. Megtaláltuk! Megtaláltuk! Dicsértessék! Na, szuper! Dicsértessék! Hol vannak a mentősök?
Ott. Már pont elítélteket hoznak? Ajaj. Az baj? De, nekünk nem baj, csak a mentősökkel jöttünk, hogy megnézzük az új orvosi szárnyát. Erre van, csak siessetek szívem, mert itt már hozzák nézzünk. Én sem vagyok még itt túlzottan ismert, úgyhogy itt keressük, hogy melyik az. Ja, itt van az orvosi szárny. Na ugye, figyelj, cellákat találtuk, arra vannak. Talán az osztopok vannak, ott már vannak cellák. És a mentős szárny? Nem, az elvileg erre van. 332-es. Ez az. Oh. És ezt már tudjátok nyitni zárni elméletileg. Aha, aha. Milyen füst van itt? Nem kell elhangja dolgozni. Az itt a labor, úgy látom. Érezze otthon magát. Jó néz ki, jó fő van szerelvő. Mm-hmm. Kezet is lehet mosni. Mi? De jól néz ki. Az igen. Azt nevezem. Jobb, mint amin vérvétel, itt vannak a kis fiolák. Kár egy börtön RP sem akar meg a... Vagy sem akar meginni, hát ha most... Hát most adunk rá lehetőséget, mert most leváltottak a K1-es rendszert úrás rendszerre, amiben nem csinálsz semmit, akkor hosszú is kiafkolod, ha csinálsz valamit, gyorsan kijössz, szóval. Van lehetőségben tölteni akár 12 órát is, hogyha akarsz. Na jó van, jó van. Jó tudni. És itt van egy engelkedő, ha jól látom. Intenzív kér, az de inkább ilyen, hogy hívják azt, ahol nagyon rosszul vannak az haldokónak. Mindegy, itt tudnak pihenni. Óvatosan feküdjél azon a halson abban a gyermekem van. Az igen, ez nagyon szép, ez de nem. Elég jó. Ja, egyébként jól nézek, puha volt szívem? Igen, igen. Akkor jó. Lehet szökni. Hol itt lehet? Aha. Az jó. Na jó, menjünk. Pufi szerint, hogy fel tudnánk feszegetni? Mik vannak? Na. Kellene hozzá egy kis. Szegecselben van. Köszönjük szépen így a körbevezetés. A szádba. Egy kis kérem a számba? Disa néha. Nem zárjátok vissza szívem? Csak így itt van, hogy ödöm? Hagyjad ezen. Bezárod, jó. Szabad szívem. Ez nagyon menő. Jaj! És akkor itt tudunk valahol kimenni? Hát itt balra egyből. Oda nyitottam be többször. Egyszerű ezt neked, mert akkor tudod, hogy konyhától egyből jobbra, azt ott van. Igen, igen. Hát ez nagyon jó. Félix, megvan errefele, amelyre jöttük befele. Amerika kapitány, mi a fasz? Itt vagyok. Jaj, úristen. Na jöjjön. Milyen vannak itt, he? Erről milyen vagyunk rabok? Magunk ellenkétől. Igen, igen, nincsen rajtunk rabló, mi szabad emberek vagyunk. Ketten csak. Ketten? Az a baj, hogy tele lesz a börtön, mert most behoztunk 6 embert. Nem baj. Mi van, behoztunk? El tudtok addig számolni? Ez plusz 10 óra, gondolom. Szétlöbbesz fel a fejét. Már szétvertem őket a kapitányság, ez így tekvédé. Igen. Na, az kollégák, baj. Ott látják jobbra azt az ajtót? Nem, én. Szerintem vakok. Ott, oda. Vigyék, jó? Ott, ahol nem kellett volna vezetőszárat. Na, az Doki néni vagy Doki uram? Igen. Legyen szíveség egy kisebb ellátással biztosítani engem, mert... Megint megvették jelent. Meg, azt mondták, hogy elverték, igen. Ki volt ez? Hát, Harry. Azt mondtam neki, hogy Harry, csípnám a feleket. Azt olyan tostit levert, hogy az maga meleg? A kezem. Nem. Miért nem azt mondta neki, hogy egy varázsló vagy Harry? Azt jobban szeretik, én úgy emlékszem. Szia, Teki! Harry Styles. Szia, Zeg, szia. Viszont Doki néni, lehet, hogy gyakrabban jönnek ide, mert most körülbelül behoztunk úgy 8 embert. You're a wizard, Harry. Wow. Igen, most azért jöttünk, hogy megnézzük, hogy egyáltalán hova kell jönni helyileg. És megtalálták? Igen, igen, nehezente meg. Igen, itt a kollégák is eltévedtek, itt tovább mentek egyenesen arra. Ennyi. Hát igen. Na jó, van, nekünk mennünk kell. Jó, én. Köszönöm szépen. Nincs mit. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék. Vallásos az Úr? Persze. Hívő, igen. Hogy ne lennék, az mi keresztény családban neveljük a gyermeket. Keresz baptista. Izi lesz belőle. Fitymálkodás, vagy mi az, birmálkodnék fog meg ilyenek. Zsidró. Zsidó lett? Te zsidó vagy? Nem baj, én zsidó csajok, jó, csak szóljál, mert akkor le kell csapni neki a végét, nem? Szia, Jackson. Szia. Hello. Köcsög, Rex. Mármint szavasz, Rex. Köszönöm, Pufi. Ilyen fordított zsidó egyébként nincsen, amikor a gyereknek hozzávágnak még a farkához, vagy?
nem levágják, hanem amik van. Biztos, hogy nagyon sokan vannak oda bent. Tudnak ki megyek boxolni. Ilyen Odysz, nem? Mindenségit. Úgy aztán van sorban ellenes, úgy lehetem. Friss pipi húsi. Nem most hova van neked? Jó napot, jó napot. Hello. Uffi, te hova? Ja, erre kell. Mi kimegyünk, ha nem gondolom. Te mit maradt? Nem, most mit kerestek? Csittelenek le, hoztak még elkövetős, csak kollégák átérnek. Köszönöm. Új traktor kell. Hű. Azért ez durva. Igen, igen, szép lesz. Jaj, köszönjük szépen a biztonságot, rendőr úr. Nagyon szívesen. Nagyon jó vagy. Igen, igen. Használják egészséggel. Jó, na, igen. Meg. Vigyázz magadra. Igen, gumibotozzák össze az összes csövest, aki ott benn volt. Én nem tudok vigyázni. Miért nem tudsz vigyázni? Hát... Nem, én sem tudok, de ez látszik. Beszélyezve érzem magam, menjünk már. Jó, ja, Pufi. Fel is se vigyázott egy köszlát. Igen, azt látod, mi lett belőle. Úzen tóge. Úrex, ezt fel is tudsz szolgálatba. Amúgy, ha jól tudom, ez a börtön olyan, van egy hely, ahol fel lehet mászni a lépcsőn, és hogyha börtön mellett áll egy magasabb kocsi, akkor meg lehet szökni. Visszadob a script, ha megszöknél. Ennyi elkövető volt már. Jó, sok legalább. Azt adták, hogy 6 vagy 8-t kaptak el? Hát legalább 4 ott volt alapból. Ja. Milyen nevén? Hit me baby, one more time! Ezért vigyázzatok! Baby, how was it supposed to know? Ne, vezessé csak nyugodtan. Nem jó a szemem még mindig mióta kijöttünk. Ja, oké. Okay. Nem szar lehet neki. Jó, ez a börtön jó nagy. És akkor a másik az megszűnt teljesen. Aha, azt ledózerolták, izét építettek helyére generátorokat, meg ilyenek, hogy a izé elműnek átadták. Jaj! Te hallod, Buci, nem tudsz beszélni, mi van vele? Mi? Vegyél már be valami negró. Nem hallottok, hogyha azt mondom, hogy csöves bűnözés? Most már jó. Akkor jó van. Szóval a másik helyet azt átadták a izére, a elműnek, ott generátorokat csinálnak, meg ilyenek. Mik vannak? Ja. Mindenki ha visszadob a script, hogy lesz később a szöktetés megoldva? A scripten keresztül. A scriptben lesz benne a börtönbe egy olyan küldetésszám, amit hogyha végigviszitek, akkor elméletileg ki tudtok szökni a börtönből. Basz, meg milyen idegált fegyver van nálam, mi az, hogy mély. Ideális fegyver van nálad? Illegális, tösöket tényleg. Mert nálam nincsen bazd meg itt a heavy bazd meg a izénbe. A gatyóban. De akkor miért csak én csipogtam, mi? Én is csipogtam. Kellemetlen. Csak tetszik rám kent a jó. Hát persze, hogy rád kéne, hát én vagyok a drága vőlegény. Persze. Én vagyok a jövője. Nem van ezt tűn. Jövő a jelen és az úr, vagy az út. Vagy mi? A dolgok. Valami vagyok. Valami vagy, jó. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 barba trükk. Yes. Skibri bob, dob, dob. Yes. Szava, Andriskám. Everybody hurts sometimes. Na szépen, hát köszi szépen. Akkor jó tárgyalásokat. Nagyon szépen köszönjük, kemény tárgyalásokban leszünk. Aztán ha nem írnék, akkor hiányzol. Ó, baj van? Kecsem. Igen, csókoltatlak, drágám, gyere, adj egy nyelvet. Jó, majd írja, hogyha esetleg a csillagba kötsz ki, jó? Jó? Jó van, persze, mindenképpen csörgök, hogyha baj van, jó? Helyes. Direkt megsérülök, aztán mondom, hogy téged hozzanak be. Hú, és akkor kúrunk a börtönbe. Ó, geci. Ott az izén a ebédlőben a konyhába. A konyhába? De ott néznek az izék. Lecsófőzeléken. A csókok, a többiek. Mi? De a, nem hát ott baj. Tudnak nézni a másikba, nem Public baj? Public gangbang. Igen, szeretnéd, hogy többen csináljunk ott meg? Ja, nem. Szóljál, hogyha úgy van, mert Ufi az biztos magányos annyira, hogy... Pufi van menőd? Pufi van menőd?
Úgy van, hogy most csak... Az van, hogy most csak a segít használhatod, mert a másikban benne van a gyerekem, aztán ezt nem akarom, hogy... Ne, nem vagy figyelni. Melyiket eszik érőbb, az meg kell. Igen. Csak viccelek, part és ő vissza. Is tudja. Fogja vissza magam? Igen. Neked nincs ilyen kutyaláncod, mint a Pufinak? Kutyalánc? Valóban nem kutyalánc. Kutyalánc, lánc, Eszter, amúgy lánc. Amúgy látod, ezt tetszik a csajoknak, amikor dugtuk, valamit markolnia, meg úszni. Kutya vagy? Így. Hát az ágyba. Na jó van. Az az ugyanis köcsök. Csáó. Tesszik a csajoknak, akkor valamit markolni, hát a faszomat markolja, ne a láncot. Hát na a kúrod, akkor hogy markolja a faszodat, Pali? Hát közben is, hát miért? Neked olyan kicsi, hogy... Helye, vártunk. Nem lók ki a fele. Tehát jó. És mit csinálsz? Autót vártunk. Akkor jó. Oranytáska, de jó. Na, oké, srácok, megvártott további jó játékot, csőcső. Szia, bed. Mi ez a szar? Mi ez szar? Megjön hát nem tudom, én is azt kérdezem, hogy mi ez a szar. Kicsit vicces, mit nézünk ki benne ketten. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen izé, egy ilyen erzi, hogy hívják a távirágyítós kis autó. Tök jó, imádom. Érkezünk ott. Na mi van? Érzem, hogy mindjárt diszkonektelet leszem. He? Nem terhel az új börtön. Nem tudom, mi van. Pufi? Pufi! Szörös kuki, azt imádja tuti, ha belenyúl egy buci nudli. Ez egy pufi a hangon, bár ott lebegnek az emberek. Hello! Mondta, hogy hé! Hey. Mondd azt, hogy hé! Hey. Vagy nem. Vagy nem. Oké, megyünk vissza. Hát akkor lehet, hogy újra indul a szerver. Mindjárt kiderül. Valami modder volt, aztán igen, láttam, hogy modderek voltak. Aztán lehet, hogy valamit csináltak, amivel túl tudták terhelgetni a szervert. Fájlom, resüvel tudsz visszamenni, hogyha ledob. Hát ez nem igaz teljesen, csak több idő. La 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 lo. Papi, milyen billentyűzeted van? Logitech billentyűzetem van. Logitech Wireless megőrülsz Pro X 380 ezer. Remélem, jól elmondtam. Az ilyen szerencsétleneknek nincsen jobb ötletek? Hát ezek szerint nincs. Pufi! Csá! Hello, Pufi! Ne légy kuki, az a tuti. Maszekról kérdjött, ugye jó. Én nincs elég maszek? Hát, nézd meg, vélemény. Nem tudom, hogy megnézem. Rábízom. Én nulla darab dolgot látok, ami... Igen, mert a kis órádon is él nekem. Azaz. Uh-huh.
Hát gondolom most jönnek vissza, nem? De ott csak a pubba láttunk hármat. Hú, ez mind nyitva van? Jézus, a szekolja egy kicsit, pufikám. Csak jó. 20 perc múlva akció. Tudom, pusi. Cső. Van, van pár report. Cső. Ja, megnézem, hogy van-e olyan, amiben tudok segíteni. Ez mind report? De miért van benne ilyen sok? Szabályszegés. Szabályszegés. Hibát találtam. Mi a szabályszegés? Ja, várj, itt vannak a reportok nyitva. Hát ez nem is olyan sok. Hibát találtam, doki. Nézzük. Megölt mindenkit a BH-ba. Ruha nélküli kopasz. Gondolom ez volt a... izé. Doki offline. Ez volt a modder, gondolom. Azt már kezelik. Relogoltam a börtönbe és lejött minden ruhám. Az fura. Azt nem néztük meg, hogy visszarakja a börtön a ruhát rá. De illene. Ezt mondja Bazsi. Szia, megint szétlőtték a csudamehát. Az már nem mai, vagy nem mostani. Volt egy srác, meha embereit. Jó, hát a mehába volt egy modder, úgy látom, az a legtöbb. Hello. Fox. Üzenetek. És itt mi a leírás? Viva Espanyol! Na-na-na-na-na-na! Rákegyek ki! Hát az a ül 5, ez nem jó. Ül 8. Az már jó. Szia, kidobott a játék és eltűnt a kocsim, és benne volt 150 kövem. Hát ilyenkor gondolom, hogy szoktuk neki csinálni ilyen. Miért nem tudok rá válaszolni? Lehet, hogy megint le fog hasalni a szerver. Igen. Jól van. Érdekes. Valami van. Most jött egy frissítés a reportrendszerhez. Lehet, hogy egyébként azt szalad meg annyira, hogy baj van. Mert azzal volt, úgy tudom, valami gond, ami miatt Máténak optimalizálnia kellett rajta. Úgy sejtem, hogy megint úgy van. Megy fel a pingem egyre jobban, pedig stabil szokott lenni, crash megint. Igen, valami van. Valami van, valamivel most probléma van. Vagy a modderek találtak valamit, ami sebezhetőség, és azzal szivatnak minket, vagy pedig valami egészen más.
Hú, milyen airbrush-t küldött nekem a festő tanárbácsim. Ezt nézzétek meg. Ez az, amit jövő szüli napomra majd megveszek. Addig tönkre teszek pár tízezreset, aztán utána csinálok egy ilyen, vagy veszek egy ilyen. Hú, de szép. Ez 464 euró. Hát igen, ez egy méltó szülinapi ajándék lesz, hogyha úgy lesz. Ez nagyon szép. Hobby kompresszor. Super sexy airbrush. Ez jól néz ki. Ez micsoda? Ez egy airbrush. Egy festékszórónak mondják. Mindjárt mutatom nektek, hogy miért. Vettem egy ilyen tutoriát. Festek ilyen kis figurákat. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Warhammer ezek. Gondolom, hogy aki RP-zik, annyira nem vágja. És hát ez ilyen háborús játék kis figurák, amit az ólom katonák vágod. És ahhoz tanulgatok mellette festeni. De megvettem egy ilyen tutoriát is, hogy megnézem, hogy egyébként aki nem a tanárom, az hogyan magyaráz meg, hogyan csinál dolgokat, és ez egy PDF-ben van gyakorlatilag elküldve, hogy lépésről lépésre hogyan kell végigmenni rajta. És hát az eredmény a végén magáért beszél. Elég jól néz ki. Nézzétek meg. Már itt azt mondom, hogy Jézus, de kurva jól néz ki, pedig azért persze még közel sincsen kéz. De így mentek végig. Szépen. Így. Ó, oh, baby, fested a kis ütéket. Undorító csápokat is. Jaj, de csinos, ahogy fested. Végén még adsz egy kis oxidálódást rá. Megcsinálod a talpazatot. És akkor ez a vége, hogy kinéz egy figura. Nagyon tetszik. Mindjárt mutatok neked. Ez az, amit most festettem tegnap előtt. Szóval jó pofág. Aztán vannak az ilyen nagyobbak is. Elég királyság. Most volt hétvégén verseny belőle, és első versenyünk volt, és másodikok lettünk. Ha ilyen PDF fájl van máshoz is? Mert én Chaos Space Marine-okat gyűjtök, és esetleg honnan van az ilyen tutoriál? Persze, The Mighty Brush Project innen. Innen vettem, 4 font egy ilyen. 4 font egy ilyen, úgy látom, hogy egyébként van neki több plegmarinja is, amit nem vettem észre. Ez se néz ki rosszul egyébként. Gondolom, ez csak a tesztmodell, mert ez nem tutoriál, hogy így nézem. De egyébként itt van, nézd, PDF, Painting Guides, rányomsz The Mighty Brush Project. És mit írtál, te mi vagy? Te csak DevGuardot használsz? Jelenleg csak DevGuardot, igen. Először összerakok egy ilyen 2000 pontnyi DevGuardot, aztán utána lehet gondolkodni másba, de szerintem nekem elég lesz a DevGuard, szeretem őket. És már el is pörgött, hogy miért szeretett volna. Chaos Space Marine. Mindjárt megnézem, hogy azok milyenek. És csak Chaos-ra keresek rá. Hajjaj, lehet, hogy pont Chaos Space Marine-juk nincsen, ahogy nézem. Flash Terror. Black Templar, Dark Angel, Space Wolf, Raptor, White Scar. Hát lehet, hogy az pont nem fog neked nyerni a Chaos Space Marine, de gondolom, hogy idővel lehet, hogy majd lesz. De ahogy nézem, az egész Chaosból az első, az most pont a Plague Marine.
Szóval ezzel jól jártam, hogy pont itt van. Hallom, hogy húzza a labdát, hogy csípó. Most pont a csirkével játszik, de egyébként imádja azt a lasztit. Állandóan a szájában van. Na nézzük. Aha. Lehet, hogy megvan, hogy mi a baj. És az baj. Börtön lehet, hogy ma nem lesz. Egy pillanatot kérek tőled. Na, hát is küldtem neki. Na, Máté megoldotta közben a dolgokat, aztán reméljük, hogy jó lesz. Az új börtön meg az új reportrendszer egyszerre, hogyha megy a kettő, elméletileg az sok. Szóval, hát javítaniuk kell rajta. Mindjárt kiderül, reméljük, hogy nem lesz ebből gond. Már elküldtük a fejlesztőknek, reméljük, hogy javítják minél előbb. Na. Papír szalamandrákat kedvelem meg a... Mi? Pirománok? Hogy kerültem be a falba? Meg a tűzelméletek halálos a plegre. Hát! Ez a Plex Pszichoreknek mond el, meg a robbanó tankokra, meg ilyenekre. Vagy nek. Gépet akartok venni? Felkiáltja az, hogyha beírtok vagy bármi, akkor ott van link rám. Hiszen szuper szponzorunk az alza.hu. Csőváz! Csumi! Csá! Csá! Azt hazudják, most már nem lesz gond. Csak mondom. Akra. Császom. Szia, Bufi. Csá! Csá! Mizu. Tiszta? Bolond mozeg, bolond mozeg! Azt hazudják, most már nem lesz gond. Mi? Azt hazudják. Azt hazudják, most már nem lesz gond. Ki hazudja ezt? Az égiek. Ja? Azért nem hazudnak. Ilyen spirituális vagyok, tudod? Szor. És akkor ilyenkor, mivel pap is vagyok, ilyenkor magámba fordulok, és beszélek Istennel. Az egyikkel. Szerintem már nem lesz. Hazudó? És azt mondta a jó Bocsú. Isten, hogy most már szerintem rendben lesz. Mondjatok meg rádióba, az meg vicces. Nem az a 121-121? 10 perc ezelőtt. Azt mondja a rádió. Milyen 92? Dehogy 892. Mi? Sose volt 892. Nem 121 volt utoljára? Nem. Nem. 824.631. Hát egy új rádió van. Kösz. Soros ja. Terv! Szatyi dugó. Lehetett hallani?
Nem. Most hallottam valaki. De. Akkor átövöltött, és szerintem széjjel ment a rádiót. Kuki? Nem lehet. Rossz állam van. Arrébb megyek. 8-24. Nem, 4. Ó, 8-24. Pod 6-31. Most mehet a sorost. Soros terv! Na, most jó, most jó. Akkor jó, sziasztok, cső. Na, én lecsatlakozok rádióról, mert megkukult nekem. Hozok téglát, azt az asztalára rakom majd, hogy megnőjön az asztal. Nem lehet rátámaszkodni. A lábfekszel és pufi nappont a magasságon. Ja, true. Cseh. Azt még valós a rádiót. Áradjon, Klaxon! Valaki lejön értem a telephez? Nincs nálam autó, vagy tudom? Lesz-e, száguló? Megyek. Na. Ja, pont most akartam elkezdeni a játékot, amikor azt mondom, hogy nem én. Lal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 
oda? Akkor az 4 óra. Sziasztok! Vidám, vasárnap. Százfajér virággal. Nem mondtam egy világot magamnak. Itt állok a kapujjelő. Adj erőt. Most jövök a templomból. A magas falak előtt. Van hitem. Aló. Van hitem a magas falak előtt. Hát sös. Ne halálnak a tárakba. Szaszfelé. Igen. Hát kérdezni, hogy most már 35%-ot ad. De ilyet megtehet a meha? Miért ne tehetne meg? Hát mert nem. Mert mit csinál a meha? De megteheti, hát miért ne tehetni? A lányszörös. Ezt a faszapot. Ja, hát miért ne csinál a meha? Hát hát csinál. Szabad versenynek hívják. Hát nem ezt szívót hallottam. Pufi, hagyd menjenek, tehát veszteséges lesz nekik, azt becsüldőnek, hogy sincsenek. Mindenki játéz hozzák, mondom, tegnap azt kötöttem az Omegával szerződést 10 golyó álló. Hát a hülyének hallod, is megéri. Hallod, izé... Csásas. Loki, csá... Gyerép! Na, mizó. Keres valami indagot, azt első indi akarul ki a Jordan. Most már sok lesz. Már mit csinálsz? Ki? Mit mondott? Mit mondott? Mindegy. Valakit ki kell lőni, azt mondta. Ki kell rúgni. Mert kell kirúgni, mit csinálsz? Mert még mindig fogyatékos. Kattos. Kicsoltam. Gyagos. Jó, hát igazából... Mert nem elfejtett. Ki volt az? Ki mondta már? Az Ozó mondta, hogy Jordan vegyszert ültet valakinek. Ja. Állítólag már nem. Erről már beszéltünk amúgy valahogy. Aha. Ja. Hát állítólag én sem vagyok meg. Ja, mi? Ki a Grove Street-es amúgy itt jobbra? Ki a Prodi fan? Dio. Beszélj azt a sokkert, de nagyon gyors. Na, köszönöm szépen. Istálló faszál! Le akartam kinyabbat mondani. De jó, úgy nézett ki vele, mint egy igazi gangster. Most úgy néz ki, mint egy kakaó bajsz. Mondj igen. Nem baj, jó az így. Jó látod a sapka, amúgy jó látod a sapka. Nem baj, a színével volt csak a gond. Ó, csicsak. Nézd meg, elfoglalta a helyemet. Szuszan, legyen színvak, Pufi, aztán azt egy színvak fogok. Aha, ne lögdös. Gyere, bazd meg, fekete, gyere, bazd meg. Fekete vonat. Fekete cukorka, pékábe, bábe. Mi? Pékábe? Ez mi, az egy hosszú kifli? Kicsit szétszólt, kicsit kógyagos. Nyuszi lesz? A szívem ember miért fog? Biztos, hogy lesz persze. Igen, jó, hát ő. Nyuszi szerintem. Nyuszi nincs. Nem? Nem lesz. Nem lesz. Akkor még várunk valakire? Nem tudom, azért kérdeztem, hogy kire várunk, mely 7 óra. Jó, akkor kezdjük Loki. Kezdjük Loki. Roki? Akkor mindenki úgy kezdje, hogy lerakja a fegyverét a tárolóba, jó? Oh no. A sajátomat is? Nincs. Mindent. Minden fegyvert a tárolóba. Ó, oh, valaki tegye. Még bicska se lehet támlam? Semmilyen fegyver. És sörétes puska? Semmi, bazd, mert mit nem érted, hogy semmi? És kakaós bab.
öregedési problémáid van? Ámon. Menjetek ámon. Már be. Az öltöző szekrény, vagy a rendes tárolóba tegyetek. Ami a sajátod az öltözőbe, az ami nem az egy sorba, jó? Tütüt. Dan, aha, minden drog meg ilyen szarak se legyenek nálam? Minden, minden, minden. Ez biztos rendben van egyébként, na mindegy. Csoki, jó, nincs tudom semmi. Nem érdekel, hogy rendben van, nem? Akkor jó. Nyá. Parari. Van, de van nálam gumi. Fekete. Mondjad. Beletenni a tárolóba, légy, hogy nedves. Öltöző szekrény, befér a késem. Öregen a seggedet tenném bele. Kés! Getire nem fér bele. Van egy zsetem. Felestem, vegyél fel, úristen. Ah, bekapok egy üzést. Ezt kiveszem, ezt beteszem. Úristen! Úristen, geci, de megijedtem. Sás tojás, te vagy a tárul. Úristen, very big, beveszek egy haskát. Mi a szex tazi. Oh, what you say? Halló, oh, what ezt you want? Kötél. A 202-t az külön rag, léci. A sajátom. Jó. Szóval ezt berakom ide. Ezt ide. Valami inkább odarakom. Mi van még ami rossz dolog? A sapka az jó. Oh. Leesett, hogy miért jó. Nem tudok belenézni. Mert én néztem, ne haragudj. De az öltözőbe se. Csak szerelő voltam véletlen. Na. Kártyászik el. Jó dolog. Alapapu kám, skibiri bip 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 csá 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 zoli kám. A Félix mi a faszja nem ír nekem egy SMS-t vagy bármi? Meg miért papucsot kéri? What the fuck is Félix? Hát, nem tudom miért, én sem tudom. A múltkor is azért amperkodt el Fradi valamikor megjött, akkor rögtön ugrottál. Ó, sziasztok, Fradi, nyanom a picsátok, nem tagadható. Amúgy döki már. Visszalöklek, nyugi. De hát engem ne lökdössé, most már hagyjál békén csak. Passzom, jövök a signature move-on marak. Zsáv, akkor smart a move, nem signature move. Rád soha inkább a halál. Sos, kell a fájás. Isten meg a mencs, inkább üljél le homeless. Jó van. Értettem a puci. Mi van? Milyes fogok? Soha a Pufi, most a Pufit integetsz, hát ez nem igaz. Itt van, ott jön, ott fut, már hallom, hogy lityeg a lifegyője. Melyik néz rossz kurvának, hogy egy csurintokat dobál hozzám? Hallod, takarod már a rép geci, mert szép. Az a baj, hogy nem néz. Hát legalább kettő az árszabás, jó? Na, három, már mindenben nézem. De most meg én kapom, melyik volt? Nyomjátok el angatokat, és akkor kezdjük el a megbeszélés, jól Loki, kezdjön akkor. Srác, most megint az aktivitással azért voltak kisebb nagyobb bajok. Szabolcs, Zolikám, nagyon szépen köszönöm, köszönöm, srácunk. Észre is vettetek, valószínűleg, ha mégsem, akkor azért most beszéljük át. Tehát ugye alap esetben három irányító van, eddig ez Maci, Sas, illetve ugye Dió volt. Viszont ezt picikét megborítottuk, mert Maci, akár tetszik, akár nem, ő nem annyira volt részese most az életünknek. Viszont irányító kell mindenképpen, aki levezényli a dolgokat, hogy ne legyenek problémák. Ugye ezért Japó, mivel ő nagyon régóta itt van, meg egyébként ügyesen csinálja. Én úgy tudom, hogy régen is volt már, vagy lett volna rá lehetőség, hogy irányító legyen, viszont ő nem fogadta. Most megléptük, hogy kérdés nélkül fel lett vakolva irányítónak. Szóval akinek ez új információ, az kérek nyugtázz, hogy innentől, ha Japó mond valamit, azt csinálni kell, és nem hisztizni rajta. Illetve, hogyha Amber pikusában lő, akkor az egy jogosan teszi azt, mert megteheti innentől. Illetve történt egy olyan kis változásunk is, ami nem annyira lényeges, csak hogy tudjatok róla, és ne számítson senki arra, hogy hű de nagy előlépést ések lennének. A negyedik kisfőnöki pozíciónkat Dinnye tölti be, de ő csak a telepen kisfőnök. Viszont sajnos egybe számít a kettő, így az utolsó pozíció is tegnapi naptól kezdődően foglalt. Dinnyét is keresetitek minden cumóval, ami telepes. Hát Istenem, megjön a negyedik irányító, aki van, csak nem tudom minek. Szerbusz buzikám, Mizu van. Szia Lajos. Ki a negyedik? Ja, Uzi. Na most már hallok. Ja, Uzikám, eskü azt hallottam, szia Buzikám.
kint a kanalban. Ó, geci. Nagyon gyorsan valaki menjen már a főpubba, Uzier, léci. Indulok. Köszönöm. Valaki jó, megy értetődik, köszi. Cse. Tehát, ja, igen. Csukli büfi. Szóval, igen, ez a pozíció is már be van tölt. Jó. Mostanában, ugye rablásokat nem annyira nyomtuk. Nek van valami kifejezett oka, vagy tök történt minden. Valami srác, nincs kedv, nincs hangula, nem jó. Azt mondták, hogy nem szabad, mert rendőrök vannak. 20 ezeret. Szabad attól, kezdett mondva, hogy hát nem azt kell mondták, velük. Hogy nem. Ki volt az a Pufi. Aki ezt mondta? Pufi. Mit mondtam én? Vagy Sas, vagy Pufi, vagy Sas. Nem tudjuk. Mit mondtam én? Hát azt, hogy nem megyünk rabolni, mert hogy a rendőrökkel nincs interakció. Én nem megyek rabolni a rendőrökkel. Nem, valaki mondta kifejezetten, hogy nem. Az az interakciót az arra mondta, hogy nem kötekszünk, nem visszük le a lobtót, stb. Nem azt, hogy nem mentek bankot rabolni, meg ékszer. Hát pont az volt pedig ott a kérdés. Volt egy-két nap, hogy, hogy egy-két napig nem menjünk. Igen, irányba. Az volt, igen. De az hát. Volt, már nem volt, az 2-7 ezelőtt volt. Igen, és azt is tudjátok pontosan, hogy miért nem. Hát, ha nem, akkor én mondom azért, mert 5-ször voltatok aznap. Hát 5x-er volt aznap. Nem tudom, hogy ki volt az, ugye most nagyon szép az ezer pár ember. Ember. Városi is. Jó. Láthatatlan jó, ember. Jó, látod már nőként már most az a kis hajtincs. Hát igen, gyors vagyok. Hát meg nem nagyon. Ugye. Még kopter vagyok, de ez van. Száj le valahova. Majd kiburjánzik, hogyha kimegy a kemó. Nem rákos, te hülye. Nem rákos? Nem. Azt hittem. És úgy megverték, hogy kiúlott a haja? Az a koponya műtét miatt le kellett vágni. Mit? Hát a hajamat. Ja, jó van. Meg az előző az úgy kívül, a 8-as labda. Nőre, folytasd, igen? Igen, tehát hogy kettő sokat mentetek ékszerezni, akkor érezhető volt, hogy nagy a feszültség tekintve, hogy másnap meg elloptatok egy kurva rendőrautót, Gross Street-hez vittétek, lepsiltétek, leszartátok, majd felrobbantottátok kb. De nem, bocsánat, nem robbantottatok fel, csak az ajtókat levertétek róla, a kereket kilőttét. Azért ez így merész. És ezért lett mondva, hogy jó, akkor ezt picikét próbáljuk már meg humánusabban szüneteltetni. De... nem is feltétlenül az ékszer meg bankra gondolok, például bunker, antenna, anyahajó. Anyahajó ki volt adva, hogy menjünk, mert rohadtul nincsen nagykai lőszerű. Azóta alig láttam egy vagy kettőt hetente anyahajón. Amit egy hónappal ezelőtt bevásároltam multi, nem fogyott el a felesem. Ennyire bővelkedtek a pénzbe, vagy mi zuhan? Amit tényleg én most komolyan kérdezem, nem buziskorok, meg nem flagmáznak, akarok semmi ilyesmi. Vaj, bocsánat, Lokinak csak nekem rossz a hangja Lokinak, vagy... Csak neked. Az nagyon megy, jó. Csak neked, csak most. Pucolod ki a zsíros füledet. Bekaphatod a zsíros fülem. Nem szeretném, viszont undorító. Te megszokkodnám. Ugye igazából én személy szerint kb. Minden raidre megyek. Szinte mindenkivel, ez rengeteg dosz vittem egyedül. Meg bunkereztünk és a Vegas-a sokkal régebben, mondjuk mostanában hogy egyre kevesebbet megyünk, aminek az okát nem tudom. Viszont az, hogy nem mentünk anyajót, az tény, tehát azt szaláltámasztam, mert én sem voltam anyajózni. Viszont amikor mentem volna, akkor meg úgy elvitték, szóval. De akkor max ráállok arra, aztán csinálom, mert kíváncsi vagyok, egyedül el lehet hozni. Nem is feltétlenül el lehet hozni, nem azon mód. De nem is feltétlenül arról van szó, hogy tényleg nagyon-nagyon nyomni kell. Kollektív lebaszás van, aha. Nem tudom elképzelni, akkor mi történik. Azon kívül, amikor nem látlak titeket, akkor két opció van. Vagy el vagytok tűnve és foglalkoztok a saját dolgotokkal, ami természetesen rendszerű és tökéletes. Amíg nem megy atomperkodásba fasság, és nem robbantunk ki vele a hetedik világháború. Második opció viszont az, hogy megy a hiszti azon, hogy unatkoztok. Mondjuk az én számból egyszer hallhattátok maximum, amúgy rengetegszer van az, hogy vagy Vagoszplacon dumálunk a srácokkal, vagy szocializálódunk,
városban, szóval igazából aki tud magának keresni elfoglaltságot, azt talál is, meg igazából újabb rétek azokat nyomjuk rendesen. Nem mondom, hogy el lehet foglalni magát, csak ez a két opció. És az a baj, hogy múltkor nekem nagyon megszúrta a fülem ez a kis mondat valakitől, nem fogom megmondani, hogy ki volt az, mert az nem lényeges, csak akkor is rosszul esik. Amikor bele dobva, hogy menjünk el offroadozni, akkor abból megint a hisztű lett, hogy ó, hát már megint offroad. Tehát akkor srácok, mit csináljunk? Mondják, mi az a közös program, amit élvezni? Mi az, amit rendszeresíthetünk picikét? Tényleg most ötleteket várok, nem csak tepsítom, egy 5 percre, hogy picikét úgy cipzárva, és akkor a többek is megbeszélnek. Pedig annyira beszélnék, hogy... A végén jó, csak a többek is szólaljanak már, mert nagyon szépen itt elbeszélgetek veled, de engem érdekel mindenki. Nemzeti! Kezdődik? Ja. Aki lője már. Szeretek hekkelni, na. Amúgy ez is egy jó ötlet, nemzetit sem megyünk. Én nem emlékszem, mikor voltunk utoljára, de nem, hát de szerintem legalább nem, egy hónapja nem volt. Nem élvi meg azért. De egyébként van egy másik a nemzetén kívül, a raktárakra rá lehet menni, hogyha éppen van valami rablás. A rendőrök nubusszal együtt a kurva kamerákat nézegetik, és odaérsz az autóval, és ők már kín vannak. De akkor is, hogyha éppen megy mondjuk egy ékszer, fogod, bemész. Igen. Igen, aztán ott már kezdődik a dirdurkandúrozás, ugye előbb üldözés, és akkor... Na. Hát de nem feltétlenül, tehát hogyha hackelést akarunk gyakorolni nemzetire, akár több ember is, akkor csak odamész, behackeled, nem kell állni semmit, csak behackeled és... Ja, ennyi. Odamész, odaállsz az ajtóhoz, és aha, a rendőr már ott van. Főleg, ha te elkezded hackelni, akkor már képegységzel két oldalról körbe, és mire eleteszed a kis tableten, annyit fog szembesülni, hogy fellepőzeket, itt a rendőrség. No. És top soros. Mi vagy, ha inkognitóba csinálod? Tök ja, akkor inkognitóba vagy, akkor nem kapnak el, vagy... Ó, elnézést! Csináld rendőr ruhába, persze. Bemézd, vazzeg, mondjában ne szolgáltatóként csókra jött a rúter bekötni. Hát ilyesmi, tehát amit múltkor kitaláltunk, csak nem valósítottuk meg, hogy villanyszerelő ruhába megyünk be a bank. Most is ezt is meg tudjuk csinálni. Kantárna, drág föl, kis építős. Vágó security-től vagyunk, és éppen a biztonsági rendszer teszteljük. Ne tessék zavarni. Így. Update-eljük a Windows-t a rendszerbe, meg anyám kínja. Igen. Tehát simán van egy csomó ilyen lehetőség, amit nem aknáztunk még ki. És nyilván csupa legális azért vagyok, hogy lecsúszom, hogy akarnatom a kutyafejét. Ki a raktárat, mert nyilván rátézzük a rosszatunkat. Szóval, ja, ott ami lenne, lezárnák, vagy nem tudom. Csátaiska! Hogy legyen loot is, meg jó is, járjunk. Hát igazából nem marad végig a rendőr, gondolom, hogyha... Ha ezért tesztelünk. Bezárjunk. De miért zárná le? De miért zárná le? Mert hát a dolga, hogy lezárja, bazd. De ember, akkor szólni nekünk, hogy felhívjuk, hogyha végeztünk. A rendőr meg hülye. Remélem. Hát de miért? Hát miért ne? Feltörül a kis ajtót. Fogod, papírozol, riasztót tesztelsz. Beriaszt többször, mi a fasz csinálsz vele? Kijön még egyszer rendőr, megint elmondod neki. És utána meg fog jönni. De miért nézne át? Tehát csak direkt elhozzuk a rendőr, Uzi, bazze, mi nézne? Van papírod, baszd meg, hogy ezt csinálod. Áll a hivatalos papír. Szóval így én is írok róla egy papírt, hogy szürészt vagyok, de igazából csak puncikat akarok turkálni. Hát ennyi. Megtörtént események alapján. Igen? Téged turkáltak így meg? Nem engedtek. Ja, jó, hát azt mondtad, megtörtént. Hát, én nem tudtam. Én olvastam a hírekben. Ja, jó. Hamarom mondta. Olasz doktort csuktak le 12 év praktizálás után, miután kiderült, hogy amúgy kőműves. Hát ennyi. Betonstabil munkahely. Hát én behalok. Mi van? Mi van? Szervusz, dinnye drágám, te hol kóborolsz? Megyek érte! Szaladba! Aha, és jössz placra? Jó, van, oké. Okay. Jó, Húfitom, mindent lehúroksz amúgy, de akkor van jobb ötleted? Én csinálod a muzikám a csapatépítőket, de a csapatépítők nem rablásról van szó. Az nem csapatépítő. El lehet menni ejtőernyőzni, meg pecázni, meg tengeralatjárózni, meg múltkor ott a grósztinevereket, meg a vagosszal. Hé, haló, hát ez nem volt csapatépítő, jó reggelt! Miért?
Az nem egy bele, mert nem mondtad rá a csapatépítő, az csak egy ilyen összeütés volt. Hát az nem, ugyanaz, a csapatépítő minden ahol szórakozó. És a fekete még fel is ajánlotta egy millió csurizitot. Azt mondod, hogy menjünk le a grosszit és verjük össze egymást. És igen, mint csapatépítő. És ez nem csapatépítő dolog? Nem mondod, hogy csapatépítő alatt fut. Még ki kell mondani, hogy valami csapatépítő, amíg a csapattal elmegyünk és nem... Jó, hát akkor én vagyok a hülye, köszönjük szépen. Hát ezt tudjuk. Ha siker barátság ott a sarokban, akkor ez is csapatépítő ünnep. Inkább tesse röhögd el magad. De figyelj, hogy az üldözés, hogy gyakorlatok azok geci jók szerintem. Tehát amúgy az egyébként mindenkinek jó a gyakorlás, senkinek nem árt, tehát... Arra általában... És amúgy... ...vizé szokott lenni, hogy jaj, nincs kedvem, jaj, sokan vagyunk. Na mindegy, kérdezzem még egyszer a kérdés, hát ha most sikerül. Na, az Vagos részéről jött. Nem azték részéről. Sőt, az összes azték izé még mondta, hogy csináljuk, mert ugye ez igazad van. Elkezdtek nyavajogni, hogy ahogy sokan vagyunk, és még te is mondtad azt hiszem, hogy oké, hogy sokan vagyunk, de attól még gyakorolunk kell azt is, hogyha sok embert üldözünk. Hát amúgy igen. Engem kérgetetek. Nem, mint hogyha sokáig jutottunk volna. Ott sem volt. Hát az utolsó, egyiknél ott voltam, az nem volt sokáig. Az első fáj. Nem kérgettek a srácok. De nem sem volt sokáig, mert Puffy kipitált. Várj, jó. Ezt lehetne upgrade. Ja, most rávagyok, tényleg, mint vagyok. Hozzá már nekem is dég! Azt mondta, hogy jön! Ja, én is ennék! Faját kért, ugye? Dinnyért meg! Dinnyért! Nem ételért, személy! Azt hittem ételért. Szóval ezt lehetne egyébként ezt az üldözést megcsinálni úgy, hogy nem feltétlenül mit tudom én egy reptére kimenni és onnan elkezdeni, hogy akkor mindenki utcú neki, hanem bemegyünk egy mondjuk egy városi régió, ennyi van megszabva, megvan adva az autó, hogy mit kell megtalálni, abban van a menekülő, és akkor mit tudom én 8-10 kereső autó, és akkor nincsenek sokan, és utána a rádió is van gyakorol, vagy hol látták, merre fordult, mit tudom én. Uzi, ilyet csináltunk amúgy egyszer, a megtalált átfestettem feketére, és poénból rabolgattam el a srácokat, és kíváncsi voltam, hogy reagálnak. És amúgy rengetegszer volt ilyen gyakorlásunk, szóval nyomadtuk amúgy rendesen, voltak szép akciók, de voltak kudarcok nyilván, mert most hibából tanul az ember, szóval amúgy ezeket hát amúgy adnám, hogyha rendszeresebben csinálnánk, mert most az, hogy 2-3 naponta egyszer, az úgy oké. Okay. Értem, hogy az idő nem mindig engedi meg, de amúgy szétadnám egyébként, hogyha hát nem tudom, mennyire kivitelezhető a napi gyakorlás, mert most elhiszem, hogy napi gyakorlás. Nem érünk rá, megbeszéljünk van. Valaki úgy gondolja, hogy nem fér rá a gyakorlás, vagy profi sofőr, vagy akármi. Most én mondhatom, azt én is végig is hibám. Ez az, amire... Mert egyébként az, hogy kocsit tudj vezetni hiba nélkül, hát igazából az szerintem kulcsfontosságú, főleg illegálva. Jó, én nagyon jó vagyok benne. Továbbá még a már... Inkább magabiztosan, mint hiba nélkül nem lehet csinálni sem. Így van, mert ez pedig a menekülés az két személyen függ rólad, meg a téged kergető sofőrön, a sofőrökön. Ja, környezet. Az így van, mert már köcsör. Figyelj, igazából most... Ha sofőr vagy, akkor egyszerűen több helyre kell figyelned. Tehát vagy a GPS nézed, hogy hol tudsz menekülni, vagy az utat nézed, vagy hátra nézel. És ha ezt a hármat összerakod, akkor egy olyan előnyt tudsz kialakítani a üldözőkkel szembe, hogy vagy hirtelen vágod az utat, vagy kézivel játszol, aztán balra kanyarod, de jobbra mész, szóval is hasonlók, mert ismered azt, hogy hol vagy, milyen kocsiba ülsz, mit csinálsz. Szóval most igazából, hogy mondjam, gyakorlással el tudsz sajátítani egy olyan tájékozódási készséget, amivel nem igazán lehet felvenni a versenyt. Jó, ezt majd átbeszéljük meg, jobban menjünk tovább, mert van még pár dolog. Jó. Oké. Megint elkezdődtek ezek a lepakolásos szumók. Vagoszt az előző héten kipakolta le, Dali? Igen, a Dali lepakolga. Andale! Mármint, hogy még mindig pakolgatnak le, a helikopter megvan-e, vagy most a Kali, basz a Kali. Ja, feketék. Akkor mesélek, jó? Tegnapi napom, jöttem városba, és pont akkor ment valami dolog, megkérdeztem a srácokkal, hogy mit csinálnak, stb. Minden napos rutin. És mondták, hogy a Vagosra, meg feketére rálőttek a bledzesok, mondom jó.
és hogy akkor csihipuhi, stb. Mondom, jó, akkor gyertek srácok placra, beszélgessünk, hogy mi történt. Ott voltunk a 17-en. És akkor dumáltunk, hogy mi is történt valójában. Akkor még nem tudtuk, hogy mi történt, csak az előadás volt az egyik fél részéről. Miről maradtam? Azt hallottuk, hogy hát, csak úgy random. Benéztünk egy kicsit a börtönbe. A vágószosokra, meg most illetve fejmosás van. Feketére. Akkor még ugye nem voltam tisztában azzal, hogy mi van a másik oldal véleményével. És ezért igazából volt az, hogy akkor ugye mindenkit placra hívtam. Jött pár vágószos, azoknak nyilván adtam fegyvert, mert nem volt nekik. Amit természetesen akció után vissza is raktam a raktárba, mindegyiket. Töltényjel együtt, droggal együtt, mindent. Aztán ugye felfegyverkeztem, vagy feladtam neki dolgokat. És hát igazából hát kezembe vettem az akciót. Aztán kocsiba ültettem a srácokat, felosztottam helikopterbe is. Volt egy elkapó egységünk a Mercivel, hogyha netán balhé lett volna. A helikopter kiküldtem Kokaföldre Palotóba, megnéz, hogy ott van a bladzos. Addig a konvoj pedig a városon belül haladt. A helikopter talált Palotóba Kokaföldön egy bladzost, meg három valami random dudet. Jó, akkor oda mentünk. Az odavezető út, hát ez beszegős volt. Aztán ott a palotói favágó telepnél van egy ilyen feret rész, de megálltuk a srácok Kamacsóval. Mercet ott hagytuk, felmentünk Kamacsókkal. És hát igazából körbevettük őket konkrétan, kiszálltunk. Oda mentünk fegyverekkel, és igazából semmi lövöldözés nem volt, semmi ugatás, stb. Ott volt a bladzos. Oda mentem elé, beszélgettem vele. Teljesen értelmes volt a srác, a bladzos Rigónak hívják. És ott volt egy három valami random tag, azok nem bladzosok voltak. És megkérdeztem, hogy akkor mi is történt. Azt mondta, hogy azért lőttek a Bagosra az egyik eseménykor, mert túlszoztak és nem állt meg. Mondom, aha, és akkor ez a megoldás. Hogyha valakit nem tudsz elkapni, akkor kilövöd a kerekén, vagy lősz rá, nem pedig az, hogy keresel mást, mert idő. Ez a megoldás, igen, amúgy. Hát szerintem mindegy, igazából... Mi is ezt csináljuk többség, igen. És utána mondta, hogy az a másik része, mikor lőttek feketére, akkor csak annyit hallottak rádióba, hogy lőnek rájuk, stb. Utána meg elmentek onnan. És mivel nem tudott több információt adni, hiába kérdeztem tőle akármit, mert nem vett részt az eseményeken. Ez igazából mondtam neki, hogy hát tekintettel az eddig történt eseményekre, nyilván nem öltük meg, nem kínosztuk meg, nem bántottuk, stb. Elengedtük őket. Viszont a lőfegyvert és a lőszert, illetve a drogokat szokat nem adtam vissza. Én néztem át a srácot, nálam volt, beraktam a raktárba. Tehát meg eddig fegyverekkel lepakolni? Hát nem lepakolni, beszélgetni akartunk, de igen. És azért még... Na hagyd mondjam el végig, utána. Jó. Szóval igen. És a rádiófrekvenciát nem néztem meg, mert jelöltbe hagytuk, úgyis váltottak volna, erősleges volt. Meg nem voltak városban, ő volt egyedül, állítólag. Aztán mondtam neki, hogy igazából adját a többi bladzosnak, a többi, hogy ilyen, hogy mondjam, hát egyrészt nem kellő indokkal, másrészt meg fölöslegesen hát nem kéne lőni a Bagoszt és a Steakot. Szia, Szolgrin! Valószínűleg nem, igazából nem egyrészt ilyen nyugodt hangnembe fogunk beszélgetni, másrészt meg lehet, hogy nem éleszek itt, és nem ilyen beszélgetésnek történni. No, kezdjük az elején, várjuk ezzel a végével. Tehát akkor szia, ember! Találtatok egy Rigót, akivel beszélgettetek. Te beszélgettél? Én igen. Ki volt még ott? Aki... Jó, akkor úgy kezdem, ki volt ott, akinek hatásköre is lenne erre, hogy beszélgessen család nevében? Senki. Vagasztó se volt? Senki. Vagasztó volt Lali, ott volt... Csöppi. Ropi. Norfi. Ropi. Norfi van amúgy. Zacsi is ott az össze. Tudom, igen, megosztó voltak, irányítók voltak, a líderek, stb. És te beszéltél a Rigóval, ugye? Így van. Miért te beszéltél a Rigóval? Hát igazából én mentem oda átnézni, én álltam vele szembe, én kezdtem vele beszélgetni, a megosztósok pedig tőlem balra álltak. Úgy konkrétan, nem tudom, tőlem balra álltak a úgymond kisfőnökök, stb. Többiek meg össze-vissza.
egyik se ment oda a vagoszt, hogy hello, amúgy tárgyaljunk, akkor beszélgessünk. Nem, hát Lajos szólt. Hát de nem az volt, hogy őtök, és akkor átvette az egész beszélgetést, csak én kérdeztem meg, hogy akkor srácok, bárkinek bármi kérdés, most tegye fel, és akkor feltettek pár kérdés, és így ennyi volt. Utána megkérdeztem többször is, hogy akkor srácok, bármi kérdés, esetleg a Bletsz felé nem volt semmi, és eljöttünk. Hát akkor igazából volt ott irányító, meg kisfőnök is, csak nem tűn. Mégis te vitted az akciót, oké, eddig ez hibátlan, ebből is nem látok benne a dolgokat. Vissza az elejére. Fekete rád lőtt. Az mizu volt? Hogy volt? Hát az, hogy mentem a Lanzarote-ér, azt hiszem. Érte, mentem a golfpálya alá, és ahogy elmentem, egy fekete merci sárga ilyen elemekkel, egyből elkezdtek. Az a baj, hogy nem kerékre lőttek, hanem egyből az üvegen csattant mellettem a golyó. Az, hogy nem találtak el, de hogy már nem kerékre lőttek. Jó, az a baj ezzel, hogy... Így kezdődött az egész, hogy téged meg Lanzarote-ot már egyből elkezdtek túlni ablaknál. Nem így kezdődött. Nem. Akkor hogy kezdődött? Mentünk Csöpivel a kaszinóba, a ladával, majd Lanzarote berádiózott, hogy elkezdte őt követni kettő pladzos. És akkor mondtam neki, hogy mondom jó, mondom jövünk, de mondom csak nálam van fegyver, mert ugye Csöpiné nem volt, meg mondom egy ladával vagyunk, mondom hozd erre kaszinó felé. Elhozta a kaszinó felé, direkt felém jött a Lanzarote, hogy nehogy lőjenek. És akkor mondja, jó, most már nem látja őket. Jó, mondom, akkor kocsiba be, sose volt és akkor jövünk a placra. De most már biztos hülye. És mondom, akkor megölünk. Majd Lanzarote elindult. Mi van veled? Megjelent ugyanúgy bladzos, kiugrott, elkezdte túrni Lanzarote-ot. Keresztbe raktam a ladát, elbújtam egész éjjel, küldtem őket úgy, ahogy kellett. Elmenekültek, majd rádiózta Fekete, hogy elkezdték őt is túrni. Meg úgy körülbelül még két vágoszost. És elvileg a Lanzarote, a két bladzos valakit keresett, vagy valamiről beszéltek. Most hol van a közmunkatér, eddig a régi börtönben volt, nem? Most is ott van. Majd ők ketten elkezdték kergetni. Úgy van megcsinálva, hogy ne tudjanak találkozni. És elvileg ők nemzetire készültek. Hát akkor lefordítom. A Lanzarote-ot akarták vinni túsznak, és ő berádiózott, hogy gyertek, mert hogy őt akarják vinni. Nem. Most mondom még egyszer, hogy beszélgettek vele, valakit kerestek. Azt Lanzarote el tudja mondani, hogy miről beszéltek, majd Lanzarote továbbállt. Majd mikor elindult a Lanzarote, úgy döntöttek, hogy elkezdik követni. És elkezdték kergetni. Na, meddig tudsz felugrani? Elvileg. Szóval nem értettem, hogy ha nemzetire túszt akarnak, akkor nem megyek oda senkihez se pratyézni, és akkor kérdezősködni, meg információkat így cserégetni, meg mit tudjam én, megkeresni embereket. Majd utána elkezdeni kergetni, én szerintem. Azt akartam mondani, hogy ha túszhozni akarnak, akkor valószínűleg az lesz, hogy szia tesó, erről meg erről mit tudsz, és utána gyere padbán be a kocsiba amúgy, hanem egyből kiszállsz fegyverre és tűz. Csak az az érdekes, hogy volt náluk egy ember, aki nem velük volt szerintem, mert amikor elkezdtem őket sorozni, azt ott hagyta a gyerek. Annyira nem hoznak tűzre. Aztán nekem egy cikaját megpijáltam, meg kérlek szépen. Van nálam gyerek. Akkor nem kell hagyjad, nem kell, hogy... Lanzarote vagyunk. Nincs. Városban sincs. Lanzarote, ez öreg vagyok már az illegához. Mekkora már a Warhammer sereged? Gyerek. Sosszperkábé rágyom, nekem mondani, kérlek. Pillanat. Igen, szóval. Az tűzbe volt. Elvett tepsi a bladzostól? Ahogy rád lüttek izéni kaszinónak. Ja, igen, hát igazából annyi volt, hogy a főpublik a CMK-tól mentem. Ugye ön 1600 font környéke. Ott utána fordult kettő bladzos Eclipse. Aztán Eclipse-ek voltak. 1600 font környéke. 1600-1700. Azzal utána jöttek, elmentem, nyomtam egy jobbos balost, üldöztek. Mondjuk már lehet, hogy több. Nem emlékszem, mikor számoltam utoljára. Majd kiszámolom már, amikor. Ugye, hogy lassan 2000 meg lesz. Oda szépen elvittem őket, azzal lendülettel elkezdtek engem is darálni, mint a hülye. Kiszállt az egyik a kocsiból, és elkezdett darálni, akkor érkeztek meg ugye... A rádióra figyelj. Utána szépen... A gyerekkel már mondja Lanzarote. És engem is daráltak, Zekket is darálták közben, illetve még Rokkék. 8-6-30. Az igen, most akkor ezt még egyszer?
srácok azt mondták, hogy előttetek beszélgetni, és miután elindultál, akkor kezdtek el rád lőni. Beszélj a csapázásokkal, én nem beszéltem a csapázásokkal egyáltalán. Én nem beszéltem a bázosokkal. Én otthonról jöttem a lakástól. Ki a fasz beszélt a bázosokkal tegnap? Hát akkor csak mentél az úton, és akkor elkezdtek követni a bázosok, és elkezdtek darálni rá. Igen, igen, igen. És olyan este beszéltünk ugye a bázos sráccal, akivel annyi volt nagyjából ugye, hogy mondta, hogy ő nem tudott semmit erről, hogy ő szépen a ültetgetett, és ennyi. És ennyit mondott ugye, hogy nemzetizni készültek a srácok, ezért jöttek utánam. De semmilyen beszélgetés nem volt közöttünk. GMK-ta jöttem, nyomtam egy balost, végig nyilgázza jöttem. Porsche meg 200-at, úgyhogy nem igazán értek utol. Ez korábban para, hogy felszólítás nélkül lőni. Oda jöttek mellém, kétszer, és akkor úgy oldalba basztam őket, mert azért csak két tonnás a gépem, az övéké meg ilyen jóval könnyebb, úgyhogy próbáltam őket lerázni magamról, de semmilyen kommunikáció nem volt közöttünk egyáltalán. Ki a faszba szét a plazosokkal, geci? Micsoda? Csak az, hogy rám lőttek ugye annyi, tegnap még. Ja, azt hittem már most valami érezés. Nem. Ez a tegnapi. Kérdezték a srácok, hogy mi, hogy volt pontosan. Bárki más előzményt tud az egészhez? Kezdődött az egész. Én nem beszéltem velük. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Megjött Norfa. Köszönöm főnököt. Csomi. Na most, ha rögtön lőttek és nem volt interakció, az már problémásabb azért. Azt mondtam én is olyan, tehát... Ja, ez a... Nagyon kellett, hogy olyan, hogy álljatok be, vagy nem tudom, de... És akkor Fekete, te ott voltál, ugye? És akkor el is lőttek. Ezt az üvegen csattam, stb. Ezt részt engedjük el, mert tudjuk nagyon jól, sajnos... Józsi mindenkinek más mond. És akkor utána nem volt semmi, ugye? Hanem folytatódik tepsileg a sztoria, hogy a placon összegyűltetek szépen, hogy ne legyetek szanaszív. Jó. Ott pontosan mi hangzott el? Mondjad, te vagy? Annyi volt odainte, hogy mondták a megosztások, hogy megyünk. És hogyha ránk jöttek volna, akkor ezt ők is megtennék, és jönnének szó nélkül. Mondom, jó, oké, akkor legyen így. És akkor ugye mondtam Norfinak, hogy figyelj már azért, megkérdeznék egy vezetőt. És mivel a rádió nem volt senki, ezért mondom, akkor megkérdezem e-mailbe. Mondta, hogy nem. Mármint, hogy e-mailbe nem. Mondom, jó, akkor nem, akkor ne ragudj. És akkor mondtam, hogy jó, srácok, akkor hármasával a kocsikba. És akkor ugye a sztori meg volt a további. Na hát ez a baj. Hogy ez az akció van oké, hogy vértestériség még stb. De én kötöttem egyszer egy szerződést, egy fogadalmat a Bláccal. Oké, megcsinálták, rálőttek a kerékre, így túlszoznak, erről lehet velük beszélni nyilván, mert ezt nem így kell. Ez az ő stílusok, mindenkinek más a stílusa, javítsatok ki a tévedet. De neked azt kellett volna akkor tenned tegnap este, hogy mivel egy kóri és egy irányító se volt fent, ében, bocsánat, akkor azt kellett volna mondod a magasztok, sorry, de amíg nincsen kóri, addig mi nem megyünk sehova. Még akkor sem, hogyha a magasztok nyitotta volna az akció? Akkor sem. Akkor sem. Nem. Nem. Az a baj. Most beleszartál a számba. De most akkor miért van szövetség? Mert most mondtad, hogy ha akció van, akkor nem az van, hogy Vagos és, vagy Vagos akció, vagy azt akció, hanem egy akció. Tehát az, hogy szövetség van, az egy dolog, meg az is egy dolog, hogy ne legyünk mindenkivel rosszba, és ne az olyan, hogy az életünket a szájba baszott tetőkön éljük. Érted? Mert attól függetlenül, hogy szövetség van, attól függetlenül nem, nekünk is gondolkodnunk kell. Tehát nem csak az van, hogy kitalálunk valamit, azt megyünk, mint az őrült. Tehát először mind a két oldalt meg kell hallgatni, ez az a legelső dolog a világon. És ha van szóra, amikor nem teszi meg. Hanem egyből megy talán. Ha jól értem, most a kettő sztorit, ha összeveg, akár túlszozni akartak, akár nem. Vagoszra lőttem. Itt a fekete oda került, és rá is lőtt. Na most, ha én lennék az ellenkező oldal, és látnám, tudnám, hogy jött egy szövetséger, akkor valószínűleg ugyanúgy lőnék rá én is. Azon, azzal még mindig úgy nincs akkora probléma.
Az van a gond, hogy azért ezeket át kell gondolni, hogy ki mit csinál. Értem, hogy szövetség, segítünk egymásnak, természetesen ezt át kell beszélni, hogy mi történt. Mennyi idő telt el a két kontakt között? Tehát az, hogy rátok lőttek, meg utána, hogy ti akcióztatok egyet, nagyjából mennyi idő telt el? Negyed óra körülbelül. Negyed óra alatt? Még náluk sem futott be az info. Nem azt, hogy náluk nem futott be az info. Náluk. Feri, köszi szépen a támogatást. Hatodik hónap, fél éve már. A város két a harcosok legjobban ambekodó bandájának neki menjünk, hogy ellenük bármit tegyünk. Tehát azért azt lássuk tisztán, hogy ők tudnak néha alkotni, és elég kemények. Akár nyerünk, akár nem, azért egy kemény bandáról van szó. Most a kaszinó, meg a izé, plac, azért nem egy olyan dolog, hogy jó, akkor menjünk, és akkor megoldjuk. Gondolkozni kell. 15 perc alatt, nemhogy nem szarok egy jót, de azért egy ilyen témát sem tudnánk átbeszélni. Főleg, ha nem volt tőlünk olyan, akinek hatáskörre lett volna bármire is, hogy engedélyt adjon. És eljött oda mentetek fegyverekkel, és lepagoltátok a csávot. Hogy nézzük a most pörögöm? Most szerintetek ezzel mi a kurva probléma? Mert igazából ezzel a történettel majdnem 3 család szabályt szektetek meg. Most arra mit mondjuk? Semmilyen körülmények között nem pagulna senkit. És ezt mindenki kurvára vésse a fejébe. Nem lopogadásnak indult, ha nem beszélgetésnek. Tök mindegy, minek indul, akkor se pagulod le. Ha halott, akkor elveszett tőle. Halottnak már nem kell a cuccai, az élőnek még kell. Fogjátok Csöpi, fel, gyere föl, légy szíves a másodikra. Meg kell nézni. Nem, hogy faszom, vagy banda vagyunk már, bocsánat. Az a meg most elég nyersen. Lassan indulunk, hajrá! Ó, király! Kíváncsi lesz. Fogalmaztam meg sas, de egyébként igen. Sok hát, siker. Ha 17-en voltatok ott, tök mindig hanyan vannak ott, ha beszélgetni megyünk, akkor nem taposni, nem kell tőle elvenni fel, nem kell sem. Mutasd meg nagy a faszot, nem félsz. Kész, odaállsz a szemébe, mindig is elvonultuk híresek, hogy akár 17 emberrel és oda megy egy adag baszték. És ezt tisztelték bennünk. Ja, hogy megint 17-en oda megyünk, ezt lepakolt. Bazzom, megláttam, mint ők mondták, hogy izé, nem spoilerezni a mentalitásunk van, mindenki mondta. Nem, ezt nem véletlen, csináljuk ezt. Én is olyan spoilereztem, és ezt mondom, hogy kurvára leépítsétek ezt a szart. Volt egy sasak kettem, mentünk be 20 plácoshoz, bazz. Pont ez a lényeg, mert látják rajtuk, hogy nem félünk semmitől. Most az a baj, hogy a Vagoszt miért nem... Miért nem a Vagosz? Miért te, ti? Persze, nem értem. Az igen, az meg a másik, hogy a Vagoszt pakolták le, és erre mi intézkedtünk. Mert oké, hogy most izéltünk, tehát azt el lehetett volna intézni mondjuk ma is, vagy holnap is. Tehát az tök mindegy lett volna. És most szépen akkor a Vagosz állna abban a helyzetben, hogy most mi állunk. Most figyelj. Igazából jöttem városba, és akkor jött az info rádió, hogy ez meg ez történt, mondom jó. És akkor most... Na várja. Próbálok úgy fogalmazni, hogy legyen köntörparazás, mert nem akarok izőzni, hogy jaj, ennek a hibája, annak a hibája, nem vették át. Ja, oké, kezembe vettem, letoltam, és nem tudok erre mit mondani. Tehát most oké, megtettem volna meg az is ugyanezt, hogy akkor figyelj srácok, akkor ez meg ez, léci, gyertek. Nem tették meg, én megtettem. És neked pont nem kellett volna. Hát erre tudok mondani. Nem csak neked, senkinek. Ez pont olyan szituáció, hogy ezt még... Én magam nevében beszélek, de én magamtól sem csináltam volna meg, hanem átbeszéltem volna veletek. Meg muszékkal. Hello, mizu legyen. Mert azért ez nagy súlyú dolog. Mondjad rá. Semmi, csak Norfi vezetőt kerestelünk, de mindegy. Sem érünk rá, hogy... Hát most... Azt mondtam, hogy szóldió. Szóldió. Mondtam, hogyha végeztünk, akkor majd lesztök, vagy leszünk, hogy... És... Mikor volt ez kb? Sőt, mert lemaradtam a... Húha, akkor? 9? 9, mert 10-kor már kint voltunk a Földön. Várj, 22 órája. Nem, 9, mert 10-kor már kint voltunk a Földön. Ja. Na jó. Engem megjöttek volna a telepen. Hát szó. Igen, bocs, Japó, igen. Nem, csak mondom. Lát, itt volt a telepen létet, persze. Én utána végeztem a műszakkal, feljöttem a közös rádióra, utána sem voltam informálva semmiről. Nem tudom, mikor végeztem a műszakkal? Akkor, mikor a Sapit üldözték a PD-sek. Az mikor volt? Sapit miért?
Ó, hát az már később volt. Hát akkor... Igen, de azért mondom, hogy akkor már ott volt, tehát akkor is ott voltam a közösen, akkor sem kaptam semmi infót erről a dologról. Hát figyelj, aki már megint összeverte egymást. 10-re mentünk ki. Hát szerintem olyan... Várj, majd itt rendőrök vannak. Kurva, mit beszélj? Ez nem ment? Jó, fasz. Mi? Mi? Geci. Várj, Jogi, nem rohan. Tessék. Mindenki utánam, jó? Szépen nyugodtan. Oké. Menjük ott a tetőre, igen. Van nálam egy csomó történet. Nem. Mondtam, hogy rakjára mindent. Beviszem gyors. Mi a fasz? Na, akarod, hogy a riadokkal bazd meg. Ez riad, bazd meg. Ó, hát a faszom sem megyünk, hogy bazd meg. De miért? Gyere, Tepsi, gyere vissza. Balra is már ottan vannak. Mit fogjuk? Balra nincsenek is. Ott az előbb elment egy riad. Möri, gyere vissza. De fussunk el? Ne futunk el, mi ez az egész? Hát nem tudom, azért futni kell. Az nagy kaliber, ez... Halló? Hát én nekem van faszom. Mögöttünk négy van. Menjünk oda. Azok fegyvert fognak nekik és jönnek, de azok már sem vannak. Jó estét, segítettek. Bejöttek a pracokra rendőrök. Itt mindenkinek végre mehetek haza, csak a lábamon járás segítővel. Két hét. Miért tartóztatta minket? Ezt kiengedtem? Kell segítség? Megáll valami kezelés, vagy valami. Minden információt megtud a később, most engem neveskedjenek. Vagy lehalom előre, mint tudom, hogy mi lesz. Mi a probléma? Készítőt, ezt tartalmazunk. Mi lesz az a shotgun? Jó, srác. Jönnek hogy kezdem. Mi a probléma pontos? Nem tudom, nem mondja meg. Hát ebben nem mondja meg. Az mi a probléma? Jogunkat tudni! Jó. A dolgokat. Letartóztatom mindenkit. Többszörösen elkövetett bombtoblás, gyilkosság kísérlet, túlszejtés, és sorolhatnám a vádakat végtelenségig. Csak azért, mert szőke és, vagyok? És fényképes bizonyíték, vagy videó esetleg, vagy valami? Vagy bármi. Vagy bármi esetleg. Lesz, aki tájékoztatni fog mindenről, lesz valami, vagy... Lesz, csak komolyt vádakkal menjünk a börtönbe. Ilyes, hogy mondja, itt a mellettem lévő úriember, aki most sétál, ő is ott volt bankon, nem? Ő milyen is ott volt? Amúgy ő is ott volt, amúgy igen. Igen, igen, ő, igen. Jó van, basszuk fel a kezünket. Fálos srácok. Utoljáradunk meg, mert rendőrnek. 105. Kihozhatjuk a bent lévőket is van. Azt meg el kellett volna futni. Nincs bent senki. Egyébként van? Jó. Papus, gyere ide, mert gyomran szúr. Jó, kérek ide több embert. Nézzük át a ruházatot. Hát, bozz meg. Jó? Razia, így. Mi van, hogy leverem őket, ha? Ha akkor mi van? Ha börtönbe kerülnek, akkor nem engedjükségbe basszanak. Malak az utóban az adott. Lenyomlatnak egy sajtos terekszer. Figyelj, Zsas, nem tartanak ránk fegyvert. Van faszom? Elviszom a riótot. Nincs faszom arra nekkori jellet. A jobb oldalt. Szuszi, mi vagy embered állandóan? Vigyem a riót. Nem stám, semmi. Öreg, ha ember vagy, most csinálsz valami. Lehet átnézni ezeket. Én? Ha nem vagy csicska, elviszed a riótot. Telefonáld No, bezítség, úrped! De mindenki egyszerre, mindenki gyorsan. Ó, szólj! Én kelljük valamit, srác! Nem tesszük, nem tesszük. Bella, ciao! Hé! Ne csikizd a hátam! Nem süt! A nap! Uram, az úrna még volt. Az évek szobacárnál. Mint egy púzó dolog. Epilepsziások engem ne bilincsenek, hogy kérem egy kérdőt. Én is epilepsziás rohadt fogok. És az illegális, hogy miért beszélhet volna? A barom, hogy tudom össze, se kapdani fog a szám. Elveszem azt, hogy visszakapja, jó uram! Vegye ki belőle az aksit, te vagy már most elveszi a jó rádiómat. Két szerint. Ez amúgy az a rendőr bácsi el is mondja, hogy mit csinál, vagy csak áll. Csak áll. Segjen, mert már fogd bele, segjen. Elveszi a script, nem kell elvenni. Jó, nem fogjátok adva, se beítél. De nem fogjuk visszakadni. Hát ha visszaadja, akkor igen. És ugyanúgy a rádiómat. Köszönöm, hogy meg Ferike, megkapod ezt a mountain bike-ot? Teljesen meg fogom bilincselni, rakétérem hátra. Ilyenkor minden elviszik a tárolóban? 20%. Ilyen ember elég halkan csinálja a dolgokat, nem? Vagy... Halkan csinálja, akkor annak erős a szaga. Ez próbálj, igen, ő. Nem hallok semmi. Meg nem szól, aztán...
Csak az utolsó. Itt is előtt vissza. Igen, akkor jó, azt nem tudtam. Hallod öreg, tudjuk, hogy szereted a faszt. Jó, nem találok az urnál semmit. Azt mondja sort. Egy fart magát valami tudna adni. Ahogy én is mindjárt ilyen. Hallod Pali, most ringrispirezel velem, vagy mit szeretnél? Nem, ragad a... Hiszem, hogy el tudok egy kummanni. Tesszol lehet én is bedobni. Baby right, baby right. Hallod. De kaját még nem kaptam. Én már kiáltasom. Jó, megkérdem, mint az urnál. Hát ez nagyon nem tudom. Boldogja meg, szép napot. Háromszor átnéztek már jó reggelt. Hát azért megnézem magát. Egy rá, én beletúrnék a segjukába. Beletúrnék én mindjárt a hajadba, te! Kurva, hogy az elkövető. Szombrírós nem tudok, nem tudok meglógni, próbáltam. Elveszveszteltem. Lebuskolás. Jó, ma nincsen nálam. Hallott szél rajta, nincsen bilincs. Fuss szél! Fuss! Négy szabad! Fuss! 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 Meg is elnök, kuram, détes kollát. Köszönöm, hogy Zúrnál ruhák van. Megkérem, hogy forduljon meg. Tessem el, forduljon meg. Szemetek! Majd meghallok az tüzeit, ki lesz hívva a nagy... Milyen emberi beznek a tegnapi kiírás az illegált frakonyi? És viccesebb is. Mi megadtuk magunkat. Gáci, faszta kivöltöző, már maradjál majd sem, nem hallom én barátomat. Nem csóvas. Mondja még egyszer. Biztos úr, ott bicikizik a pápa egy mögöttük, nem nézik meg? Kérem, azt nem tudod, még ott egyenes. Ott a tükör a túloldalon, el kell köszönnöm tőle. Menjen álba, nőnek, Budi. Ó, buszozunk! Szágódás! Korsösszerelem, szágódás! A rendőrség itt erre kirakjen. Látjátok ki a bajnok, fiai? Ennyi. Bőnáttel lehet tenni. Mi se lehet? Várj, olyan vagy. Jaj. Oké. Na én megyek a belső buszban, mert én vagyok a Károly. Jó, szeretsz a hátra utcát. Megérdemli, megérdemli. Jó, egy kicsit első. Sipistó, belső busztak arra jöttök. Túl zsúfoltak lesznek. Így, belső, ez a főnöki buszt. Elnézést. Te nagy fasztóak vannak. Jó reggelt. Jó, segítünk. Pufi, jöjjön. Így a többiek meg hátra futtak. Menjetek már arra, hogy az meg. Menjenek, jöjjünk. Pérozki! Ezért mondta Pufi, hogy pakoljanak le. Olyan érzes volt a székem. Azért ment a valószínűleg, hogy elveszítsék, mert hogy tudod most 20%-ot elvesz ilyenkor. Ezek nem voltak takarítva, szóval benne legyen a 20%-ban. Nem kellett volna szerintem mondani ilyeneket, de mindez nem param. Szeretnék a pérdő! Nem merem még ide a rendőr. De hogy kell? Mi csöves bánat a rendőr? Hallott fekete? Egy rá kéne egyvegelem. Kulcsod át a kezedet a izé, rendőr feje fölött, folytsd meg, folytsd meg! De akkor viszont kevés lesz a két busz. Jó, hát akkor szépen erősödni a hátulról, hát megfejelem a rendőr. Akkor a rendőr fixre beutazik. Na, sikerült megfejelni. Oké. Hát te ügyegyere, ott egy háttáma, nem zavar? Megfejelgeted a háttáma, hát te nagyon hülyes. Mert nagyjából van a sisakó, ami nincs rajta. De most elindulunk, amúgy még vagy nem indulunk, mert tyúkot fog meghalnak, amire kijövök. Én kirágom magam, Budini vagyok. Ilyen fogunk halni. Jó szeretnél összes járművet a buszon köré. Meg elnézést. Jó magam. Hát a mamát hívja már a fejed. Nem, biztos, hogy szarnom kell. Most akkor pénzeket nem mindig szóta, lesz a lehetőség. Biztos úr, kajás is vagyok. Még egyszer, micsoda? Ide nem fér, hogy tétszesek vannak. Panos, hát van ott jó pár ember, nyugodtan. Nem, én nem mondtam ilyen. Van ott egy szabad ürés egyébként. Én kormány a szája, meg vagyunk blincselve.
Azt a bebefeketek bazdmeg, kussoljam! Amúgy simán leverhettük volna őket mind a három szökkentőt, sokkal kevesebben voltak. Nem baj, majd bent, majd bent. Majd bent a börtönbe! A falak között elintézzük! Az biztos, ott nincsen szabály. Téged fogok előszösségbe, basszisas! Ott az utca csabályi bennak! Az az, sas nem halsz meg, Susan! Hát, inkább meghalok! Böribe, ott összevírsliznek téged keményben. Ételem, mondjad! Vegyem el azokat a kollégákat, akik a két huligán legénysége is vigye vissza a járőrkocsiját. Milyen huligán te? Kikérik magunknak? Nem maguk, nem maguk a huligánok, a nagy autó a huligán. Ja. Szerintem is. Ah, ott itt fenyenek már utána a Dali. De jó, egyben magukra vették. Ott volt a fegyver. Állj a blőjékre, Dali is itt nem akarják, mert az ilyen lőjékre. Lőjékre, biztos van. Azt láttam, hogy mutogatta a kezét a izén. Zacsiát kidobta az ablakon. Jó, fucked well, rá volt írva. Hálasás, egy kidobta a seggemt meg a fejed, és akkor azt mondják, hogy ugyanaz. És kapunk egy... De vicces, hogy csak rendőrök itt szegőző autó szemületelésén. Hogyha bevártunk más bandákat. Szerintem papucsot szúrom le elsőre. Szerintem papucs lesz seggbe, bassza mindennyiunk áll. Nem volt. Elmondunk minden más bandákból, azt menjenek őkbe. Alatt papucsot sztió, látom, hogy az egy szappan a lábadnál? Nézd rá meg. Biztos az. Hú, vigyázzál, mert aztán ritmusra tágul a végbe le, ha papucs. Én autóba sem ültem, nincs jól van. Hol? Osztálykirándulás, bazd meg, azt mondtátok, hogy gondolkodni kell a csapatépítőn. Megyünk, ha igen, igen. Kékesre megyünk. Alcatrazi kirándulás, bejárjuk az Alcatrazt ingyen. Késik a busz. Mi valamelyik főemlős? Hogy a járőrkocsiba kell ülni. Hát már olyan lassúbb az meg, mint hogyha menetrend szerint járat jön benne. Hát amiket megkérdezi, akkor nem lesz. Szívesen leszállíthatnak, megköszönöm. Engem is ragadtad. Igen, nincs jegyem, basszus. Na, nincs jegy, akkor... Ezt is hozzátesszük a bűncselekményeket. Na, akkor nekem van. Meg is bilincsen, nincsen nálam. Jegy, bazd meg, ezért hol visznek engem bőrtönbe? Nem akartak kufék lövöldözni. Mamát hívják már, Fedi, ezt mondtad, esse meg, mire az érek. Megvan a száma? Te hívjuk. Ha megvan, csak kér a telefon vissza. Meg a tyúkokat is meg kéne etetni, nem? Hája. A tikek. Hagyjunk itt, kollégám. Na, vagyis nem adjuk itt egy egyenlőt. Az majd fut utánunk, nem? Aki nem lépett erre, nem kap rémest estére. Ha leszállunk az autópályára, jól láttam? Aha, ki a faszom engedte meg? Ja, bocsánat, az főút, igen. Az az én utam! Az az enyém utam! Igen, azért, hogy fizetjük az adót! Rá van írva! Nem ezért fizetem az adót! Dedikálom, hogy a bajnoké! Dedikál! Maradj meg! Pedig a másik autóba, honnan hallott! Ja, ha megvagyok, akkor indulj! Húzd az ablakot, mondjuk! Ami a saját szekrényed, az nem számít. Azt nem tudják megjelni. Aztán. Csacsi, énekelsz nekünk, hogy nyugodtak. Jó, elég lesz. Akkor az ilyen megrendezett RP? Úgy van, hogy a raziát a rendőrségnek be kell jelenteni előre, és azt hiszem, hogy 3 napot jelentenek be, és valamikor jöhetnek. És ez a mai nap volt ez a valami. A fél nehéz súlyú világbajnok, boxoló, rá, hogy jönnek, Júri Bojka, jöttem. Egy fontos kérdés, hadd legyen ma. Ki mondta azt, hogy ezért mi embereket akartunk megölni, és megpróbáltunk megölni őket? Mert úgy van egyébként, hogyha a razia összecsapás, akkor hogyha az illegál nyer, akkor nem buknak tárolót. Nem nagyon szokott nyerni az illegál, de ha az illegál nyer, akkor nem buknak tárolót. Hogyha a legál nyer, akkor bukják a tárolónak a 20%-át, és mennek a bőribe, vagy feléletnek meg dolgok. És mi azt választottuk, mivel tudtuk, hogy jön nem sokára az új bőri, hogy akkor már vigyenek be minket, és akkor mi feladjuk. 20%-ot odaadunk mindent, és cserébe bemegyünk a börtönbe, és akkor börtön RP-zünk. Melyik börtönbe? Nem, megbeszélt, mert én olyanokat nem szoktam, de azért részben szkriptet. Elnézést, amúgy nincs akkora fasz, hogy most visszavigyen minket a palacra. Mennyi a fizetése, mondja már meg. Van 8 millió csurintom. Igen, mennyi? Összedobjunk. Egy rendőrségi kukába. Itt jobbra dobjon egy erőset, aztán ha menjünk fel a hegyedbe. Ezzel a sebességgel, ha felborulunk. Hát egy pisi szünetre. Nincs akkora fasz, hogy leváljon a többi. Benzinkúton megállunk, meg is tankoljuk az autót, aztán ott hagyjuk magát. Nem mer átmenni szembe sávba. Nem bassza meg a trafi, tudja. Mondja azt, hogy kényszerítették. Ja, ja.
pisztolyt tartottunk a fejéhez. Nem igen. Vették el, pancserok voltak. Ja, a patrunkat odaraktuk. Igen, elrejtettük a sasseggét. Ja. Belisztreztük is hozzá, csak a hondokához, ha nem fogod rá jobbra. Ez itt megint olyan lesz, mint a zöldeknél, hogy Razzia lesz a frakció. Mondom, hogy öreg fekete, ahol sok risk. Na jó, hát. Berádiózói kollégák, ilyen úgy nézünk ki, mint a fehérnél a kanapénál. Állnak mögöttem. Emberek, gangsterek, igazi vadállatok, predátorok állnak mögöttem. Félek el rácseknek. Mondják, hogy nem tettek más. Ne legyen már ilyen kertvárosi. Csapja már ki valamelyre, na. Itt fel, itt jobbra, itt jobbra. Jobbra, mint a kobra? Na, senki nem fogja észrevenni. Azt mondja, hogy el kell menni a követ szedni. Jó, bevetem a titkos fegyveremet. Magának adom bucit egy éjszakára, jó? Jó. Apád, faszád! Olyan, mint a bolygócsevete! A Sackmaster 2000! Nézd meg, ott már valaki felment a végre. A háttámláját itt a vezető úriembernek. Akkor azt törődik, hogy megnyomja a dudát. Hát akkor leszállásnál én is megtalpolom, mit szólzzá? Igen, igen. Akkor leszállunk? Öreg volt. Még ilyenkor nem úgy szokták, hogy lebilincselik a lábat is egyébként? Csak kérdezem. Nekünk nem. Nekünk ne, igen, nekünk nem szoktam. Van a lábunkat, valamelyik két bal lábas. Nem megy rá. Igaz. Nem leszünk focisták a két bal lábas. De úgy jól néz ki, mint tudná hámon, aki megszökött, basz meg. Hát ezt most szüktették meg a izéből. Neki kell majd orvos ellentes, pedig a picsmaján is kötés van. Jó. Igen, egyébként. Örülni, hogy van két szép lába, ha már kezdenünk. Sajt kérdezd meg kultúrát, hogy lesz-e orvos, jó? Étel. Itt nagyon nagy a móka vonalat, nem sokat hallok. Figyelj rá! Nem is baj. Milyen móka vonalat? Miről beszél? Loptál meg egy ágyad? Loptál meg egy ágyad? Itt tartunk. Lesz izé mentős. Tudod, hogy ilyen izé, ilyen okos bácsi. Lesz? Piros ruhásoknak hívják. Mi ide jövünk? De jó néz ki. Mentőszolgálat a hátuljára írva. Sasi, én de igen, ne félj, hát szóval mi már tudjuk, hogy mi a meta. A régyes ki lehet ugrani amúgy. Jézus, mi a fasz. Igen, de te húsolj, már bassz meg, nem mondd a rendőrök előtt! Hallott fekete, ne ugrani. Nyugodtan megpróbálhatja a kiugrás, de szeretném jelezni, a tornyokban mesterlövészek vannak. Egyet látod is ott mocorogni. Hát most lefejlünk egy mester, nem minden mondja mesterlövész. Olyan lesz, mint Dugolyom is, megmentem hozzád. Na meg, mi van mesterivész? Mi a szoszi van? Mi a helyzet? El kell tőle venni a puskát, azt a kólin, hallod? Átmegyünk hitmanban. Mi van, hogyha bemegyek, azt fejbe vágom a izét, a csávót, azt elveszem tőle a mesterlövészt, ha? Azt meg visszajössz. Majd a kucsot belőle küldjük. Oda megy, nyakomba szom, ligeti kurvát a körhint, a kikebi a fogait, mert háromszor kell, az tízé, ezt leverem, ennyi. Ennyi kijövünk, azt mehetünk egybe antennára. Hát akkor mondom neki egy... Pusson el a buci! Mi? Hát egyszerűen ilyen jó utcágot. Igen, mert lopjuk az HBO-t, nyugodom. Hát azért jövünk, itt takarítjuk. Hát nézzek meg, milyen mocskos az antenna belülről. Alig fogja az HBO-t. A Darth Vadernek ilyen nagy folt van a fején tőle. Bajna, azt ég mondjára bonyoljuk. Mi? Ba a lába vagy mi? Túl sokat akartam mondani egyszerre. A buli van, I deal on my life. Jó, üres a kocsi, akkor nincs itt a csajom. Hú, biztos kiakadna. Lehúzom itt a büntetést. Jaj, ne, most nem láttad téged 3 évig, mi lesz akkor? Hát ez megszüli a kölkő. Elmentettél. Hoppá, nincs kulcs. Hát ezt még rendőrség sem tudja. Mehetünk meg ezt az analfabéjére. Még kapu se tudnak kinyitni, fúj. Az az. Logikus Fradini, várjál. Indulj már el, bazd meg, rád várunk. Várjál, bágy is szabad időmbe. Hoká és kapu. Ez nem Újpest amúgy? Mi? Nem Újpest. Azok kik? Azokat kell szétosvált is vásárolni. Azok a kőbányaiak, azokkal vigyázzuk el. Na, rongálom már az új helyet, nagyot mentél. Okay. Balfasz. Én leadnám a jelvényt. Én is. Hoppá, kik ezek a kamus gangsterek, Pufi? Itt nagyon sokat fogunk.
Ezért mind meg lesz mutatva, hogy a bajnok. Ide tegyétek. Nem csak mikrofonját, én is. Közel van hozzá. Engedjenek ki, mert most már klaustrofóbiás vagyok. Engedjetek ki, mert be kell mennem a polgár Jenőhöz. Meg sem ismertem, ahogy mire kisasztanyt ebbe a Darth Vader ruhába. Felmegyek, ez szépen lehet, Jani, egyes zsém. Ember, most jövök ki a templomból. Melyikből? Hát a keresztjénből. Ó, hát igen. A bajnok kerül ki először. Szarnyok. Na, a rendőrnek se segítek legközelebb, hogyha ők tessék. Jöhet a másik busz legénysége. A vannak a piaim, a piaim vagyok, a vadakadabra! Nem jött volna. Kurva! A vadakadabra, kurva! Na, haladjunk már, nekem szét kell bombáztam a félpontot. Na, hoztunk pár embert, Tony, mit szeretnél? Még van a bulvási busz. Holnap még vissza kell jönnöm egy körre. Én menni kell a hazára. Nem kell már, hogy csak elsőre. Ó, az a végtelen. Az illatát. Dalol az. Ez mi az vétek, vagy mi a faszom? Most vétek, bandj meg. Ugyan a citrombát az adja. Kenyerű volt. Kivégzés lesz, hogy milyen jó is lesz. Hogy nem tudom, hogy ez a fegyver meg. Az arra tévéken láttam ilyet. Amit lopunk, nem? Mikor mondják azt, hogy Shalom? Megvannak az évek. Ez nem az, most nem az Dianagóvába visznek. Ó, micsoda, te az. Ezt akartam mondani. Nektek már mondták, hogy miért vagyok itt? Nem, mert hogy láttam, túl jók vagyunk, azt mondtam. Azt mondták, hogy be kell jönnünk kipicsázni a többi csicskát, akit ide beraktam. Papucs, mi a fasz csinálsz? Menjél már hendre! Szarjál, begeci! Obodás fasz! Na, bocs, megeci. Szeretem a Big Mac-et, tessék már bedobni ezt el. Hú, egy ide ennék egyébként, egy sajt búgát. Már nagyon punk, nem? Hátszol, nem tök mindent. Tiszta Kong. Rátom rángatózom a halott pang, ennyire? Ú, Möri az előttem. Ahogy ezek rángatózni attól a... Igen, Böri, bezzeg félrevitték, ott biztos volt egy kis csökkentő. Az, hogy az öreg szemasz vörös. Hát jó, akkor én visszaállok a sor végére. Hát gyorsan lehet. Ebből se szükségtem én. Remélem valami finom mekrojál van bent. Hát fekete, de vagy ilyen büdös vagy én? Nem, ez egy... Na, hogy lehetne egy kicsit kedvesebbek amúgy a rendőrök. Lehet, hogy bepusztam. Hát, nem azért mondom, ennyi fasziuk, ennyi kanos állata bezárni egy nőt. Jó lesz az. Nekünk szerencsés. Na és akkor egy sorba. Na mikor lehet velek az én az életet? Tenyeres, nyomja már számba. Nyomja a falat a szájába. Mi volt? Valakit lelőttek, geci, hallottad? Hát most mentek, menjünk be. Rendelőt okkapás. Kifele. Fasz. Azok meglőttek. Meglőttek? Megy már az ajtóból. Megint valakit? Ez kivégzés! Én nem halok meg! Engem nem fognak megölni, én apa vagyok! Nem lehet! Ó!
Basz, kibe van! Kifejlett az uralink. Jaj! Jó, tegyenek rá egy vezető szarot, aztán kísérjék be a lelet fotót. Hát én... Emberekre lőnek benne, nem akarok meghalni, meg én hallom. Nem fog, akkor nem működjön fog együtt, és nem fog baja esni. Az is együtt működött, lelőtték. Szemetek csuron vér a fal. Melyiket szeretnék kérni, sokkolóval vagy? Body block, body block. Maradjon, maradjon itt kérem, rendben? Atyaságos úristen. Na. Jól van, Pufi, megölték. Ledarálták már. Nem, még nem. Megnyugodott? Na, menjünk ki csak. Na, jól nyugodt van. Mi segítjék, mert maga az arkát fog kapni különben. Nincs. Rajta? Na, a kollégával szépen beszéljenek. Hát, aki nekem legszélebb van az ajtónál, mert amúgy itt nekez... Bajker. Jó viselkedek, de visszajöttek szár nélkül, mert nagyon fura dolgokat látom. Megnyugodott? Nagyon. A fazdíny az... Sosem voltam ilyen nyugodt. Jó fiú leszek, esküszöm, vagy ne legyen a nevem. Hova hallok ki? Strapacska. Túrós. Addig valaki kezdje. Hallok ki. Jó, egyetértek. Nem törődik velem. Itt a spúzva ellenkezik. Ignorál engem. Csak azért, mert szőke vagyok. Biztos. Nem foglalkozik velem, azt én még szellemeket látok. Ez érdekes. Azért mondom, hogy vigyen már ki. Azt engedjen el, bejövök én, odaállok a falhoz. Itt van baj. Szerintem vigyék ki az urat egy ilyen... Uram, van egy kis probléma. Jó, vigyék ki, ott biztos nem lesz. Rám száll az állom magára. Igen, látom. Engedjenek kérem, mert egy kicsit... Csak nálam a meg elengedni. Igen, ez most már szexuálisan vagyunk együtt, és én nem kívánok. Ikrek vagyunk, sziámi! Mi történik? Nem akarok! Mi a faszok, hogy a fejére? Egyék le mind a kettőről a vezető szarra. Jó. Szuper, visszamegyek, jó leszek. Csodálj! Na, akkor ez nem segítek rajta. Nem ott van jobbra. Csak abban a szép nagy seggibe. Nagyság, nagy élvezet. Ez a piros gomb itt. Hadul. Következő jöhet, nincs egy púzus. Legyen? Minek? Kérem, jöjjön be ide, forduljon hát. Lehet, de... Itt feleslegesnek érzem. Te hülye. Adj egy katonát, azt megoldom. Falnásor tűzöztem, mehet a Boba RP-ja. Please. Ha ilyen szépen kérem... Mondjuk ez hasznára lesz itt. Ez biztos. Fél óra múlva kinnett. Azt tudtél? Azt mondom, úristen! Minden elég megbörítsévet a gyász! Mozgassam a gyász! Ellenőrizd a kabirincsemet, nézd csak meg! Nem utasd! Pisülj nem kell el! Azt eloldoztak pisülj? Ha nekem kakálom kell kiengedni? Persze! Honnan nem? Viszont ki más lett volna? Jó, ez nagyon rossz az a hely. Igen, itt, hogy ilyen sokan vagyunk, én is úgy látom, mint hogyha Naruto lenne. Most eltűnt a Pufi. Hát de a dinoszaurusok már régi. Forgasd egy kicsit a szemedet, az jobb lesz. Miért álljak meg? Engem úgy hozott. Hol lett mindenki? Engem azért hozott ki, mert engem magához. Vissza meg a barátaimhoz. Jobb a levegő. Amúgy mi lenne, ha nem ne előzzetek már meg ember? Engem már vissza sas mellé róka. A fasznak előztek be. Ott a sas meg a róka. Kedves egészségedre. Nem mondjuk ki állt ember? A buci magához ki volt. Van olyan kolléga. Na, ne botozzál. Úgy lementem, húzásba sillátok mindenki. Nézze csak akkor idegkel bedugni az USB-C-be. Csak lett az okba idebe. Kígyó vagyok. Várat. Ezek a csúszik vissza a sorba. Kígyó vagyok. Kígyó vagyok. Kint ki a sorból az az úriember, akinek étszerre itt van szükség. Többiek. Mindenki éhen fog halni, mire beér. Igen. Na nincsen társaság. Amelyik enni akar, az beáll a sorba. Jó, a rendőrcsajszit úsz lett. A rendőrcsajszit úsz lett. A hölgy túlsz lett, mindenki kezeksz fel.
Egyetlen egy ember maradjon itt, aki jelezte, hogy neki nagyon kell. Nekem nagyon kell, kell kettő korog a gyomrom és akkor majd kapnak benne. Akkor akinél még van a kollégák közül, azok kezdjék el szétosztani, mielőtt itt esnek össze az elkövetés. És mindenki vissza a sorba. Puffy, te jó, egy kicsit ortopéd a hátad. Értem, hogy csak ugye szemben. Nem, nem, nem. Én a parkammal mászok. Nézd a fütyi mászna egy. A fehér sapkában neki adjon valaki, de nagyon sürgősen. Hallod, papucs? Hát ott szép fontos a tél. Én vagyok a kobra. Itt mellett a fehér sapkás úr. Köszönöm. Nem kapja a kaját. Halló. Jó. Tehát maga egy új ember. Akkor még valaki adjon itt a félmesztelen úrnak. Ezt hiszem, hogy lekapják addig a bilincset, vagy segjük abban legyen ki. Van még valakinél? Kérdezem az állománytól. Van még valaki? Én vagyok. Én vagyok. Nem sokkal jobb, de egy kicsivel. De minek veszte bettem még egy fényképezőt, van még egy amúgy. Hát nálam megszűnt mindenki. Hagyjad rendőr. Én is láthatatlan vagyok? Akkor nem létezek többé. Itt az idő, hogy meglépjek. Te. Jó, lesz az igúna most. Jöjjön, ide leveszem. Utána káma, mennyi csak. Maga is menje vissza. Már is megyek. Ki az, akinek még kellett az étele? Maga is öreg, papucs, te is falhoz. Na. Nem akarnak egy kicsit gyorsabban bevágni minket a sitre, mert... Nem mehet. Éjjön. Jó lenne. Nem. Majd mi mondjuk, ha mehet. Nem megy be, jöjjön vissza. Ez azok, akkor döntsétek, hogy menjek, vagy nem. Azt mondta kuszadjára, hogy mi szólunk. Álljon oda. Nem értek, bocsánat, nem értek magyarul. Jó. Parancsoljon, adok magának enni, inni valót. Egyik előtte már John Rex. Jaj. Kuplunk képű. Nem lenne sok lesíteni minket, nem tudom, hogy mit csinálnak. Gondolom, még RP-znek velük, vagy valami. RP-zhetnének bent is, amikor már éppen nem bugos mindenünk a világon. Jó, figyeljetek. Amúgy ezt megnézhettem? Tessék, hogy levesszük. Nem kaptam semmit. Mehetsz, papucs. Köszönöm. Szeretem. Tűdő napsugár, a pofi seggen nagyon csúnya épp. Nincs nálam semmi, jaj, dig. Le kell öltözködni, vagy mi van? A sas egyre tardált, olyan esze van, mint egy nagy szép. Itt fognak kell szokni, mert azt mondták valahogy lefognak minket szokni az öltözködni. Nyugodjon már le. Itt fognak leszopni, azt mondja. Bátor. Hát én akkor rá kell dobni még egy 3 órát. Karapaparapapa. Jaj, leerpézik, hogy lefotózgatják őket? Nice. Menjünk be, uram. Menjünk be, uram? Ezt mondjuk jó. Ne. Uram, nem hallottam. Na. Jöjjenek ketten most. Most haladjunk. Jaj, Zoltán, hozd csak a kedvencét akkor. Vétel nálam van. Viszont napot. Fáradj, van magán ebben a filapot? Lehet, hogy egyenesen tovább. Fémtárgy esetlegesen. Jó, nekem a szemem egy kicsit. Nincsen, de mindjárt éhen halok, ha nem zavar. Ó, itt már sokkal jobb, itt már mindenkit látok. Na, szép, akkor jöjjön még tovább. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon jó, vegyük meg róla a bilincset, úgyse fogod két csatlan között elfutni. Én is, uram. Hát, sose tennék uram, ilyen. Uram, ne menjünk esetleg, ne menjünk be esetleg az ajtón, hogy ő elvizik az orvosi szolgálat. Nem bizalmat önök felől. Nem vannak bent. Jó, ha viszont elfutna, akkor nyilván lőjék le. Értettem, uram. Ne futnék el. Nisztálom kulcs uram. Nálam sincs, uram. Sisakkal tudom levenni. Megnézem, lehet, hogy ott kint van. Te forduljon, mert ne forogja, hát nem fotodik ide. Ja, elnézést, gondoltam átölel vagy valami romantikusan. Nem szeretne átölelni?
Erdel, mindset levenném róla. Na, parancsoljon. Visszakasztod az Emre. Tökéletes, várj egy picit. Köszönöm. Elkészült a kép? Elkészült. Következő egy ember. Várjál én egy ember vagyok. Bárki teszek kettőt egyébként, hogyha... Akkor mehetsz az úr. Hát azt mondta a következő egy ember. Egy vagyok egy ember. Kérem, akkor forduljon nekem háttal, le fogom venni a bilincset. Hú, geci, valakit megint előttek. Ja, revett. Rendben, nyugodtan pózolhat, fotót egész magas. Készíteni. Pózolhatok, előre, igen? Jobbra. Ja, fotó készül. Úgy, előről készítünk egyet. Úgy, igen? Kicsit jobbra forduljam. Erre van. Igen. Úgy, kiváló, elkészült a fotó. Szuper. Másik oldalra is forduljak? Nem kell. Pedig az az előnyösebb egyébként. Pölö non, az a kedvencem. Csinál neked egy börtönszámlát. És az mit jó? Utána átmész szembe. Csőváz. Én a vagy. Figyú, te átvetted a börtönruhádat? Tehát ne kérdezz, hogy hogy. Nagyon jó ötlet volt. Nem, hát azért, ugye ide kerültem, szart nem láttam, úgyhogy repjegy, és most így vagyok. Itt ja, nézd, csinálj nála egy számlát. Lehet, hogy kérd meg, hogy rakjanak újra. Ne legyen ebből gond. Azt amúgy van már egy tervem, itt elmondom nektek titokba. Igen? Elmondom. Mi azt hiszük, hogy a izébe, az orvosi szárny alatt ilyen izé, rácsok vannak. Kurálmát, lehet, hogy szereznénk egy kés, hogy valami, akkor ki tudnánk piszkálni. Igen, jó helyet már! Nincs. Mi van már? Megint köpöl? Megint köpöl? Köpöl szopolni alól. Mi történik? Nem lehet melózni. Ki kell megverni? Már izé, túl sok a meló. Ki jelenkezett? Ki volt az? Meg kell venni következő jövőzőt. Igen, meg se iszpelj. Stipi, stopi, stop, enyém lesz a 20-as zárka, csak mondom. A 20-asban nem mentem. Hát ez is szűke körszak ellen. Ey, what's up, boys? Nem, az a köcsög gyerek az izé elő jó összevertük, bazdmeg, azt sem viszik megint be, bazdmeg, a kórházba. Ja, verjünk már meg valakit. Akkor bocs már. Nézd, őt kell megverni. Itt az a bubi arcú, az kell. Ah, felvettem egy izét. Tisztelt, mit kell csinálni amúgy? Nem tudom semmit. Ott annál nekem fáj a ballában, bassz meg. Igen, de nincs munka. Hát meg gondolom valaki csinálja. Mert elveszik a munkát. Az igen, sokan vannak, elveszik a munkát. Hol van a pufi? Azt a te, nem tudom. Lehet, hogy szarik. Ő a Hamzer, mi? A szembe a másik sheriffnél. Lehet, hogy kim van. Nem lehet, hogy ő már nagyba csinálja a munkákat. Az igen, nézd már. Lerújják rendben. Na, sokan vagyunk. Na, viselkedj! Szia bátya! Ne hívd már meg! Okosom, bazd meg, hát nagykori van nálam, hogy szitelne. Hagyom neki! Gyere! Hát ez kurva jó! Lőni fogok. Én meg visszaütök. Menjünk be! Szerintem lőni fogok, én meg visszaütök. Várj. Ó, ez itt az orvosi szám. Aha. Itt ezt kéne megnézni, hogy ez hova visz, bazd meg. Csinálva, ezt nem tudom csak így felfeszegetni. Nem igaz. 12 óra mi a fasz? 20 percet vesz le egy munka. Na akkor baznak ki jönnek kurva anyját. Jó van, bazd meg? Velem nem baszik ki. Merre van itt a izé? Hát az az szép estét! Vissza kell embereket, akiket el kell látni. El kell látni a baját, vagy dolgát. Hát akkor... No. Figyú már, sas, gyere már! Na. Figyú már, sas. Jó, van, köszönjük. Hallod? Na. Úgy hallottam, hogy itt a bőribe a cigi az úr. Jó, vágom. De nincs nálam cigi. De hallod? Mindent elvettek tőle. Mutatok valamit. De várjál, nekem kell ellátás, várjál. Na, bazd meg. Várjál, meg kell ellátás. Na, úgy, mint a kórházban, szépen sorban. Olyan sorban ülés van. Aztán majd kérik a követ. Hol van a pufikám? Dagadt, hol vagy? Nincs itt bátran. Figyelj már, Palim, gyere. Gyere már. Mondjad már. Figyelj már. Van valami tudtad? Add ide, én leszúrom a rendőr, csak add ide. Egy doboz cigi? Igen. Bátran, nem lehet itt az asszony. Bátran. Milyen papucs vagy? Várj, el kell bújnom. Ezt te drága, tudtad?
Tudtad, hogy a zipa fali papnak fapi pályára? Csumi. Így van. Takarj már, az szüke az enyém, bazd meg. Kapsz egy doboz cigit. Csücsi alatt van a köröm. Egy doboz cigit, mutasd meg a doboz cigit, hogy eljövök, hogy van nálam. Itt van, bazd, itt van nálam. Mutasd, mutasd a doboz cigit. Hogy csináltál, hogy honnan van cigi? Mutasd a doboz cigit. Ez nem mindegy, neked. Mutasd a cigit! Kapsz egy doboz cigit. Meg lássam a doboz cigit. Mondani mindent lehet. Trédelünk? Azt mondom, hogy mutasd már meg a cigit, baszod. Bazd, akar baszni. Gyere, sors! Adok 40 szál cigit. 40 szál cigit? Mutasd a cigit, hogy van cigit. Nem baszol át, csak mondani mindent lehet. Tudod mit? Tudod mit? Kapsz el élet. Virisd a cigit. Virisd a cigit. Tessék, ebből még bőven van. Cigi van nála, cigi van nála! És van gyújtója is. Vigyom, ezt nyitva hagyta? Nem, a picsába. Nem. Szétbaszol egy rendőrt, kapsz ki egy dobozzal. 20 cigik? 40? Aha. Igen. Mennyire kell szétbaszni? Nem tudsz. Csak basszik. Aha. Kokain, heroin, 10 cigi. Nem éri meg, bazán. Gyertek. Ez egy gumibot lelőtt a lábamat. Nincs munka. Mit tehetni csinálni? Na már valaki csinálja a munkát. Igen, már elvettek, adtak ki valót, amivalót, aztán... Jaj! Csak az a kettő van? Elvettek mindent. Szia szívem! Milyen hasleszorítót adtak neked? Hát igen, látod itt, nem adnak enni rendesen. Adok valami. Éhezem. Nincs cigi. Bocsánat, uram, nem tudom, hogy miért jobban. Cigi? Nincs. Cigi. Szívem, gyere már egy kicsit. Gyere már! Nem jó. Nagyon rosszul vagyok, segíts rajtam. Hát, hogyha oda megkezd, fogom ide, akkor... Ne hagyj itt! Jövök! Mindenki itt van. Csöpp család. Na, gyere, bemegyünk ide. Jó. Megnézzük. Na nézzük. Sas, mit fáj? Figyelj már! Hozzá már be nekem cigit. Hozzá be nekem cigit. Egy cigi. Kell legalább egy karton cigit hozzá be. Írogattam neked üzeneteket, de nem vettem. Azt meg lesz, elvesztek a telefonom. Mi az, hogy elvették? Hát még egy hívást sengedtek? Vannálod semmit nem. Nincs nám cigi. Kell egy karton cigi. Szerezz egy karton cigi. Még csak jó, csak hogy úgy megvernélek. Ez rengeteg. Hozzakem egy karton cigi. Ja, amúgy jól lesz az ellátás, ja. Köszönöm szépen. Vetkőzz már le, sors. Úgy sokkal jobban érzem magam. Ja, ja, geci, jó lesz. Jó lesz. De hallod, sors, ott vannak azok a csövesek, és izé, el kell. Van náluk sok cigi, azt mondta, lehet, el kéne verni őket, és elvenni a cigiéket. Hussolj meg! Suttogok, bazdmeg! Nagyon csúnya vagy, most végre látom az arcot. Nem mondom. Geci, jól nézek ki. Pont beleillek. És mivel a pólót, nem te voltál? Pólót, azt levehetem, nem? Hát szerintem az a baj, hogy most, hogy levetel a drágadat, mert az se lesz jó. Hol lőttek meg? Tiszta lila a lábam. Ezt még nem gondolták teljesen végig. Ezek a predátorfejűek. Predátorfejűek voltak? Nem tudtam olyan drágóról. Esküjesztő a kórház, vagy de böri. Mi? Hát ez már az otthon, a második otthon. Igen, ez az új otthon. Mi a fasz? Igen, ezt mondtam, hogy most ez nem a legjobb. Jó, hát akkor ez így marad. Igen, a többit ne vedd, hát ez így jó. Ez behozta neki a jó egy Isten. Egy telefonhívás engedélyeznek? Amúgy, semmit nem engedtek. Pénzt se küldhetek, vagy most? Szemüvegömet... Fú, 17-es a számlám, azt hiszem. 17-es? Vagy megnézem, megnézem, és találkozunk az udvaron. A... Sos, neked mi a számod? Találkozunk a konyhában. Küld nekünk pénzt, tudunk belőle venni cigit, bazd meg. Már jó, cigink, jó, van késünk, mi maradj vagyunk már a királyok. Csinál, bazd meg. Számokat kérek. Jó, jó reggel. Találkozunk a kantinba egy 10 perc múlva. Mi? De itt dolgozom. Akkor visszajövök egy dátával. Te itt dolgozol, Ben? De ez nem, veszélyes, csak bazd meg. Jó, nincs 17-es számod? Nem tudom, megkérdezem. Hát... Bezártam. Ott is vannak. Kérem szépen. Nyakon kell baszni. Már van, aki csinálja a melót. Előtte a pali lába. Komoly geci. Én ezt nem hagynám. Aha. Most adták be a vízét, takarítást. Fel is vetted a takarítást? Aha. Szép munka.
Azt mondja, egyenleg 17. De egyébként... Tranzakció, nem találta az egyenleg hozzáadása. 80.008 vagy 10 cigi. 160. F. 1, 2, 3. 300-at hozzáadom. Nem tudtál pénzt küldeni 300 000? Miért nem? Mennyi van a számlámon? Van rajta 2 millió, ne szopass. 20, 1, 2, 3. Azt meg nem tudok rá pénzt küldeni. Hát az baj. 17-es. Na az a baj, hogy lehet, hogy nem terveznek valamit. Gyönyörűségem alatt 17-es a számlaszám. Küldjél már pénzt, mert itt csak víz van, meg ilyenek. Az kellene hamburgerre. De mennyit küldjél? Hát ez 100 000? Hát mondjuk 3-at. 300-at? Hát itt leszek nagyon sokáig. Szóval lehet pénzt nagyon küldeni, várjál. A izi recepción. 17-es számla számra. Hol volt? 17-es. A sosé konyhánál mennyi? Balra, aztán jobbra. Fígom sincs. Jó, benne. Megoldjuk. Látogató területen. Nem tudunk kaját igényelni a kantinba. Bár mondjuk nem is. Maradjon csak itt, jó? Tudunk igényelni kaját a kantinba, csak másfél óránként. Nem, már nem. Ez most csak az elvekről szól. Nem azért csak akkor szólunk a Bobba. Elvek azok itt megszűnnek, hogy beléptek ide. Mit csinálnak? Sos! Húci vagyok! Gyere velünk, gyere velünk! Várjál, már szedtünk pénzt! Várjál! Igen! Gyere velünk, te leverünk! Nem, nem tudod, hogy te hozol! Mi? Küld nekem az asszony pénzt. Ha lesz pénz, lesz cigi. Ha lesz cigi, itt van minden. Én vagyok, bazd meg, a szőke csak szorítja a belem. Baszott puteskenyét. Mi van? Szépen puteskenyét. Szép vagy ember. Gyönyörű vagyok. Azt a kurva. Hát nekem nincs is pénzem. Hogy lehet itt kaját venni, ember? Én nem látom a konyhás nénit, az a bajom. Jó, itt is megvan egy hierarchia rendszer. Aki búzi, az meg lesz verve. Az a baj, hogy nem konyhás néni van, ez itt a probléma. Hát, ez még nagyobb baj. Igen. Azt mondja, szép ember van nét. Ugor egyet szél, meg kurvára. Így már jó lesz. Hadd üljek már le. Nagyon szíves, köszönöm. Tessék. Ez azt kaptam. Ha valami miatt nem látjátok, akkor nézzetek magatokba. Az most hogy van? A pénzünk meg azért csókánál van? Mi? A pénz a csávónál van, ott van accountunk, és ha tudod mennyi a számlaszám, akkor kint a izé váróba tudna küldeni neked pénzt. Aha. Oké. Szia, Sanyi! Mizu! Kéne lenni a cigis asztalnak. Pont nálam bagos, kurva életben. Igen, pedig az jó cucc. Megnézem, hogy hát ha a földre nézek, akkor engedi. De itt lenne egy börtöncigi gyártás, és az mini játékos. Most tesztelés, vagy lecsukták fel itt? Lecsuktak. Hol a gecsmáma, ke takarít te? Gyere ide egy picit! Várjál, rendben! Mi volt ez? Én nem vagyok itt! Megütöttek! Jaj, lőnek! Lőnek az őrök! Menekülj! Uram! Mi van? Figyelj már! Figyelek! Csak adok lőnek megvédet, az őrök! Adok neked, amivel megvédett magad. Igen? Adj!
tessék. Ú, de király vagy. De nem, ha engem fognak lelőni, mert én sötétebb vagyok nálunk, geci. Szereztünk egy kést. Az csak üljünk le, csak chillelünk. Most csak itt lazába chillelünk, csücsülj le. Mi le? Kell valakinek. Kit lőttek le? Mindenkit, geci. Persze, mindenkit lelőttek. Geci, azért mondtam, hogy nem egyszerre kell rájuk menni, hogy sokkal. Nem, akkor kell, amikor egyedül van, hogy valami nem tud szólni, azt megbökni. Heroin vagy kokain esetleg valakit érdekel? Ő most hirtelen itt nem vagy, köszönjük. Nagyon nagy vagy. Most annyira kicsit szarnom kell. Hát, hogy bemegyek a budiba. Remélem, Puffinak nem esett baja. Ez csak gumilövedékes volt? Hát szerintem nem, elég rendesen fekvengene. De van, aki így ilyen izében, derékszögben van, még az úgy egyben van. Azok mindenhol tele van, azt nézd meg. Ott is vannak fenn ketten, ott szemben is vannak, mögöttünk szerintem négyen. Jéboly. Ez tele van, geci. Loki, Loki. Mi történt ott? Mi volt? Szereztem bökőt, Loki. Mi a gec? Van nálam egy kés. Én vettem bökőt. Igen. Te adtad oda? Miből vetted? Mert neked is van? Dobos cigiből. Cigiből lehet venni. Cigiből. Hát volt egy asztalot, lehetett venni. Hajtogatni, meg lehet venni, ja. Ha van pénzed a számlád, hát tudsz utalni ide. Hajtogatni, mi? Ott van egy asztal, a izé mondta benne. WC mögött volt egy térkép, és ott egy C betűvel jelezte a cigi gyártást. Igen. Aha. Jó, fasz. Azt ott lehet, csak nehéz volt nagyon. Azt meg kell próbálni, bazzik, mert ha az sikerül gyártani, geci, mi fel leszünk stackkel. Hát igen, akkor mi leszünk a böri királyai. Hát geci, but, amúgy... Jó lett volna ez a gang, megvult a gang, csak az a baj, mindenki szétfele ment. Ezt úgy kellett volna, hogy akkor, amikor már van mindenkinek valami fegyvere, érted? Most ők külön neki menni a gépfegyvereknek, meg shotgunnak, az nem okos, de mondjuk izé, vagyunk ott 20-an, és abból mondjuk 10-nek van bökője, akkor az ott már nekik végük van. Azt meg kéne szokni. Nem is értem, mi mentek rá. Egyiknek oda szorítani a kést a torkához, aztán kimenni a varácsó. Nem tudom, hol lehet bezzel. Az van, hogy ott elő az autóba, ott kidöntötték az egyik rácsot. Lehet, hogy arra megdugtam a rendőrt. Megdugtad ki a izét? Hát, azért mondta ott a Benji-ra, most azt mondja, mondom, menjünk már odébb, elkezdünk menni. Azt mondja, akkor most kiratsz, ki fogja beratni, mondom. Hát gyerte, gyorsan megvan, hogy hogy lehet kiútni könnyen. Hogyan? Yeah. Hát el kell menni cigit tekerni. Én nem tudtam cigit tekerni. Én nem láttam rendesen ott az asztalt. Gyere, próbáljunk meg. Hátra. Mm. Ott a konyha bent, itt a konyha, gyere. Na bocsánat, be kell menni. Összevel ez a színben. Csak éhesek vagyunk nagyon, ne haragudja. Azt a pancsert. De itt lehet, nem. Itt van, geci! Itt van egy izé, csak nézd mélyen a szemedbe. Hát de itt most mondta Buci, hogy lehet máshol is, vagy máshogy csinálni. Van elméleti, van elméletileg arra egy asztalka. Igen, csak én nem látom valami miatt, de lehet irányítani. Ja. Értem? Geci nem fog itt lenni. Nem tud lenni. Medünk. Köszönöm. Szólt a szója. Itt kéne lenni egy asztalnak. Te látod az asztalt? Nope. Te se látod az asztalt? Nem. Hát az kurva jó. Itt kéne lenni egy asztalnak. Ah, itt kéne lenni egy asztalnak, és itt lehetne hajtogatni a cigit. Hát nem. Hát az baj. Akkor kintről kell valahogy pénzt szerezni. Mert szóltam az Eszternek, hogy utaljon nekem pénzt a számlámra. Hogy szóltál neki? Hát dolgozik bent. Bent dolgozik, azt szóltam, hogy 17-es a számlám, és kintről tud rá utalni. Ja. És akkor abból tudok venni pénzt. Mondtam, küldjön 300-at, abból tudunk venni még kést. Meg akár drogot, hogy kemények legyünk. Mert már találtam egy faszit, annál van heroin meg kokain. De szerintem biztos van még pár, ami mondjuk árumást.
Ott hátul rádiót lehet venni. Hát, hogyha lenne rádió, lenne, akkor kintről tudunk beszélni a többiekkel, a kintiekkel. Meg azokban itt, akik külön vannak, tudunk kommunikálni. Aztán a telefonról beszélt valaki. Telefon is volt valahol. Ő. De neki nem van rádiója, kinél van a bökő? Nálam. Nálam itt vagyunk négy, hát vehet meg. Jó, de fenn van egy őr, várj. Három is van fenn. Itt ráhagyom valakire. Ja, gyere majd érte. Srácok, telefon valakinek kell, és én most megyek ki, szabadulok. Ja, ja, persze. Akkor... Ó, kösz már! Hát egy telefonom. Tessék! Bum, tessék, szevasztok! Cső! Azon pont le akartam döfni érte. Hát egy telefon. Ilyen jó, ezt nem is kellett ledöf. Most meg a pénzvonal szerzünk. Fasztás cigi, gyerekek! Nem tudom, az meg fel kéne hívnom valakit. Száz! Geci, gazdagok vagyunk. Van egy rádió, meg szállsz ciki. Azt a kurva. De óvatosan, nehogy kis zúrják, bazd meg, hogy van nálad, mert elveszik. Figyelnünk ezt. Micsoda, lehet, micsoda. Hát, mi szereztünk telefon, meg rádió. Rádió. Takarunk. Ha jön valaki, megmondjuk, hogy dugunk. Loki vagyok, srácok, börtönbe vagyunk. Az asztékokat bezárták a börtönbe, ne rakom a rádiót, mert el fogják venni a rendőrök, ha észreveszik. Itt vagyunk még 12, meg 6 órákat, meg anyám kínja. Úgyhogy ne nagyon keresitek minket. Az állami börtönben vagyunk, meg tudtok minket látogatni. Riadó, 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 riadó. Kakiltunk a sarokban. De legyetek már buzi. Nekem is szak... Kussoljatok, meddig mi van veletek? Nem tudom, miről van szó. Hova vissza? Nem tudom, itt búzik bent valakit. Lekéselték a Harryt! Mi? Megkéselték a Harryt? Hát valamit jövök dolgozni, hagyjad ezt. Mi történt? Én most jövök. Most jövök, ne lőj. Ugye most jöttem. Ez melyek innen? Éppen most veszik el a szúróvágó eszközöket. Jó a meló, tesó? Ja, ja. Alakul, csak azt nem vágom pénzt, ha nem szerzek. Pénzt az kintről tudnak küldeni neked, hogyha tudják a számlaszámodat. Aha. És csak a kapcsolatban kéne tudnom lépni valakivel, értem. Ja, ja, ja. Igen. Elméletileg kellett volna tudnunk a bankszámlánkról, de ezek szerint nem tudunk onnan. Szóval, ja. Ó, keci. Ezek bent elvettek mindenkitől mindent, halad. Hallottam igen, már és, ottan, és attól félek, hogy én tőlem is el akartok menni. Én is azért futottam el, inkább kijöttem, még miért kiderül. Nehogy aztán most a frissen szerzett telefon meg izé. Hallod? Van haverod? Akarod, hogy izé? Írjak neki? Szereztem egy telót, és akkor tudsz szerezni pénzt. A pénzből tudunk venni cigit. Cigiből igen, tudunk szerezni bökőt. A kantinba, a konyhába. Cigit ott tudsz venni, csak arra számlaszámra tud küldeni, ami amit ott te ott csinált. Ah, így van, ja. Uh-huh. Oda bemegy a izé, be kell jönni a börtönbe, és az információnál tud küldeni neked rá pénzt. Uh-huh. És a vezetékes telefon lehet használni? Még nem sajnos, de állítólag majd lehet majd. Uh-huh. Hát aztán megoldom, akkor legyen pénz. Azért mondom, hogy ha mondod, hogy izé, milyen száma van nálam egy taló, azt tudok neked adni, hogy odaadjam azt a terót, csak fejlődöm, meg vissza. Akkor figyelj, menjünk hátra, nem figyelnek az őrök. Odaadom a izét. Tuccot. Eljövök, kéne nézni a számlaszámot. Jó, jó. Meg kell nézni azt. Nézd meg a számlaszámot, és találkozunk lenne itt az edzőteremnél, jó? Jó. Viktor, de kedves. Igen, 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 igen. Esküszöm, élem egyébként ezt a börtön cuccot így, hogy ilyen sokan benn vagyunk. Felülésezés. Így ez jó. Hú, de jó lesz, hogyha majd izé, meg lesz a szökés script is.
Az lenne jó egyébként, a rendőrségnek lenne egy alosztálya, ami börtönőr. Milyen jól néz ki, hogy ilyen sokan itt vannak, fennbazd meg mindenhol. Csak kár, hogy emiatt most mivel itt vannak, így nem lehet izélni. Nem lehet a... Mi ez a bladzot elkapni meg ilyenek? Mármint, hogy nekik behozzák őket. És most egész végig itt lesztek? Hát úgy van, hogy kaptunk 12 órát, azt le lehet dolgozni. Ha ledolgozott, mindig írja, hogyha megnézed, van takarítás, munka meg ilyenek, akkor az jó sokat levesz. Nem olyan sokat, mint kellene, most hogy látom, hogy ez így kiüti egymást, de egész sokat levesz. Relog megoldaná szerintem az osztalparát. Lehet. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Viktoriknak valahogy lett cigig, szóval szerintem biztos izé. Biztos van rá valamilyen trükk. Hol van a faszé? Az elkezdte a sepregetést. Ez 11 óra, vagy az csak perc? Az óra. Az óra, de mint mondtam, egy takarítás, amit 5 perc megcsinál, vagy annyi, és a 2 perc, az levesz 20 percet belőle. Na cső. Szóval 12 óra egyébként, hogyha a börtönmunkákat csinálod, az igazából másfél óra, és az a legnagyobb, amit adhatnak. Igen. Tesó, hallod? Hm? Átcsúsztatom a zsebedbe. Jelentkezébe az izébe, Google fiókoddal, és akkor megkapod az izét. A számokat, és akkor tudsz intézni pénzt. Ezt most... Ezt a hívást most olcsóba megszámítom neked egy 20 ezerért. 17-es fiókra. 20-as küldjön, hogy nem leszünk jóba. Hát, nem intézem meg a hívásban. Biztos eléred, okos gyerek vagy te. De hát, hallgat. Viszont kis bél kéne adni. Én épp azon gondolkozom, hogy nem az, hanem eljössz intézni hátra. Pénzért. Tessék? Eljössz hátra? Aha. Igen. Nem. De igen, ők igen. Hallod, foglaljátok már valamelyik rendőrt le, hadd öljön már meg az egyiket. De hol van olyan, ami egyenként van? Azt a baj, hogy fenn vannak a toronyban, én ott a parázokban vagyok. Nem mindegyik. Ott van egy van, az van, van. Van üvegem, gyere. Nekem is van. Figyú, szerintem, hogyha itt csinálod, itt nem látnak ránk. Itt szerintem tiszta. Figyelsz, jön. Okay. Figyelj, az leesett. Az hogy hozta össze? Jó van, rendőr úr. Uram, atyám. Menjenek innen. Mentőt! Nök érdekében mondom. Mentőt! Mentős! Hívjanak egy mentős, lezuhant a rendőr úr. Ott van. Jó van, biztos úr! Mint a szar. Várja, akkor viszlek. Biztosíts. Az, ami visszazárta, okos volt. Semmi. Azóta se semmi. Ezen futott le. Most esett le egy csávó, azt leesett. Na bazd meg. Ja, az ott lehullott. Még majd cigit vettem egy pár embertökkel. Igen? Mennyi cigit van? Hogy vetted? Jelen. Ha leütöttem a faszomba, azt elvettem a zsebét. Jó, bazd meg, elnézést, összekevertem valakivel. Azt hiszem a szőkével beszél. Persze, mindent. Én vagyok a szőke. Ja, jó, megváltozott a hang. Mennyi cigit van? Hát 20-szál. 20-szál? Tessék. Ó, köszi a felét, az jó. Rágyújt. Ez már beszél. Én nem dohányzom, én csak gyűjtöm. Ja. Hogy hívnak fiam, eh? Teflon. Teflon? De jó neved van. Bazzag, azt hittem, hogy az tavaly ez a szőke, itt keresgéltünk, azt nem találunk semmit. Az a spanotok a szőke. De ahogy is, azt hittem ki a faszom, ezt csak itt megismertem.
Ja, nem. Elkezdett a tugatni mindenkinek. Én Boka Feri. Ja, ja. Csá Feri. Én Teflon vagy. Csá Teflon. Miért hoztak be téged? Hát, sok minden év, bankrablás, gyilkosság, én alapból. Apróságok akkor. Igen, a fél életemet itt fogom tölteni, úgy látom. Há, én jól érzem magam itt. Itt vagyok már, nem tudom, hogy jó. Egyébként tényleg egész izé. Kellemes, kellemes. Kéne szerezni cuccokat, aztán izébe lehetne adni őket, érted, ilyen bérbe. Kis szívességet csináljon meg kapcsolébe, izét, egy telefont. Gondolkoztam, mert hát pont neked mondtuk, nem? Kopasz. Ha? Ja, hogy izé, hogy megkeverne rendben, ja, ja, ja. Csak a kapunk cuccon. Meg azt a szőkét, akit nem találtam, de hál' Istennek, akkor nem te vagy. Hát a rendőrt az para megverni, mert hogy ez utána még jobban megbünted, de mondjuk valaki más, aki nem szimpatikus, jön egy új hús, érted? Valami rivális bandával, azt kap egy bökőt a gyerek, azt intézze el, amikor nem figyelnek. Cserébe mondjuk nem, hogy azt... cigit, vagy pénzt. Én azt nem vágom, hogy izé, hogy ez, hogy ezt, hogy... hogyan kéne ezeket intézni. Mit? Hát mondjuk cigit vagy pénzt. Mert nem tudok kaját se venni, csak az ingyenes ajánlna. Van izéd, van egy számlád, amit csinálsz benne. Az megvan, az megvan. Megvan a száma, és hogyha van spanod, akkor, hogyha szólsz neki, akkor recepción tud neked befizetni arra a számlára. Ja, akkor a izé, tehát ilyen, aki nincs itt. Így van, aha. Azért én szereztem egy telcsit, azt egyből szóltam a csajomnak, hogy utaljon rá. Az feldobott egy tízesre, de hát szarra nem elég. Á, hát 8100 cég. Igen, azért mondom, kurva drá. 3 kilót dobjon fel rá, és akkor már jobban vagyunk. Csak most valakinek odaadtam a telefont, bazd meg, azt eltűnt a faszi. Így, bazd meg, az para. Az igen, az nem jó. És azt kellett volna mondanom neki, hogy mondja meg a számát, azt majd én. Hát, cigér adják. Azt is. Ja, minden cigér. Igen, itt volt egy asztal, ahol lehetett cigit gyártani még reggel, de mint hogyha összetörték volna. Benne, azt kerestem egész nap, meg körbefutottam a börtön. Igen, itt volt egy, de valamiért az nem. Pedig jó lenne. Ha elmerték ott ingyen össze lehetett hajtogatni a cigit, azt az jó lett volna. Ja, falsza. Ah, hát mindegy. Most már csak azt lehet csinálni, hogy az erősebb kutya baszik, aztán akinél cigi van, azt elkapni. Hát, rossz, nem? Csá, Loki? Lefizetek mindenkit inkább. Csá. Nem Loki, hanem Tepsi. Ja, szóval csá, Tepsi. Csá. Hát a srácok, rendben van. Most van neki nem szimpatikusnek? Így van, rendben adod nekem gyújtón. Nekem, hát eddig mindenki kedves volt velem, egyébként nem szólt be senki. Akit le akartunk döfni, az adott egy rádiót, meg egy telefont pont, szóval. Na, fasza. Öt doboz szigit szereztem. Egy rádiát. Szereztél öt doboz szigit? A rendőr? Nem a rendőr, hanem egy srác. Benyújtott is a hajtómhoz, elvettem, geci. Rajtam a WC-be, bejött a rendőr, nem megy észre. Most mondom, öt doboz szigit, meg egy gyújtó, geci. Te hallod? Nem tudom, hol kéne cigit? Te vagy a király. Az majd kéne még cigit, bozol. Neked a párod hol dolgozik, ha meg szabad kérdezni? Mondtad, hogy hozz be pénzt. Ja, nekem izé, mentős, ott van, ő a vemhes. Mert már szétéznek át, ahol való lát ilyen. Igen. Kölkömet oldani. Hát de figyelj, miért nem szólsz neki, hogy hozzon be neked cigit? Mondtam neki, bazdnek, de nem hozott még. Azt mondta, hogy annyi az ellátandó, hogy nem tud kimozdulni. Éven. Mindenki mindenkit le akar döfni, de azon nem tud megülni a picsáján, aztán csak gyúrni, vagy valami. Na hát, elcigizgetek itt, elcigizgetek. Mit csináltatok, hogy 12 órát kaptok? Razzia volt, mindent csináltunk. Egyébként teljesen. Csá, pufikám. Figyelj, pufi. Van bököm, geci. Én már a túl vagyok azon. Melyiket verted meg? A Harry-t, aki a faszonat. Lecsavartam a faszomba. Én most izé, a öreg megszólt egy másik. De hát eddig szóval cigit. Hát ha már bezeg, a rendőrverők kapnak tőlem cigit, csak szó. Igen? És a rendőrgyilkosok? Hát, basz meg. Azok még gyújtót is kapnak hozzá. Á, nem dohányzom az abban. Gyerek, a kokain az már jobban érdekel. Most a... ja... Miért? Nem dohányzom, mert gyerek lesz a családban, azt az milyen. Az a baj, nem cigit, nem megölnem a rendőröket, szívem, beraknak még többre, aztán leszül az asszonyira, mert ízé kiszabadulok. Ott, amit néztem, ott izé, ott talán rádióira adott cigit. Ott az a dúdott hátul. Valahol adtak igen? Őt is. A... cső. Mi ez? Visszahoztad a cuccot? Na jó. Mindenki álljon meg. Hát nem csináltam semmit. És akit én beszélgetünk, nem?
arra felé, amerre mutatok, arra felé induljunk. Nem is mutat. Hát nekem arra mutat, nézd, nekem arra mutat. Arra nincs is semmi. Hát most... Biztos valami fasságot csinálunk. Hát de mi csak itt beszélgettünk, rendőr úr. Rendben, de a kosárfaja felé induljunk meg, mert átvizsgálás lesz. Kosármeccs lesz? Ó, ma már a 28. átvizsgálás van. Hát miért nem csináltam semmi? Meg akarnak beszélgetni. Téged is megbasznál cuki fiú. Hát vizsgálásban nem igaz. Ja, de előbb szóltam, hogy leesett valaki, aztán azt sem izőték, az semmi sem. Uram atyám, ott már megint lőnek? Igen, mert már sokadik kollégát szúrják le. Egy helyben beszélgetünk, bazdmeg. Uram, egy kicsit gyorsabb tempót. Hát ne haragudjon már, hát fáradt vagyok, ez a leggyorsabb tempom. Vételpálya, mert... Nekem mondta, hogy álljak meg? Nem, nyugodtan jöjjön. Ja, értem. Oda bentre menjünk be, kérem. Vétel és ide a pályára? Igen. És hol a bejárata? Ott lesz a bejárata. Jó. Jöjjön, kolléga. Kolléga, jöjjön. Maga az minden. Az úr is jöjjön be ide. Szia drágám, minden rendben volt? Igen, minden volt. Nem csináltak veled semmi rosszat, ugye? Nem, Sast elláttam. Igen? Aztán... Mi baja volt szegény Sasnak? Hát nem tudom, meg puffadzsot is elláttam. Eszünk egy hamburgert? Meghívlak egy hamburgerre. Hát most akartam menni. Tudod, be ügyeket kell intéznem, tudod, ja. Ilyen dolgokat. És meg se eszel velem egy hamburgert itt a jó kis kantinba. Itt fogok én, még ki tudja meddig ülni. Jó, egyé csak. Majd érkezik a puttony. Puttony? Milyen jó? Puttony? Ja, értem, jól hát, van. Na, jó van. A geci puttony. Jól van, szia drágám. Az... Áldott ez a nő. Meg se érdemlem minden a bőtömbő. Maga kér egy hambúget? Meghívhatom valamire? Nem ilyes, nem szomjas? Nem kérek, köszönöm, igazán kedves. És a másik úr? Mákusz. Nem hallom, hogyha beszél. Hát akkor jó, sem hallom, hogy a fejre. Igen. Hát biztos ilyen, hogyha kimegyünk, akkor jobban hallani. Biztos nagyon szigetel ez a szoba. Szóval Mákusz úr kér valamit? Meghívhatom valamit? Nem, köszönöm, nem. Egy chipset, egy üzőt. Összeadt oda hozzá, amikor leestem egyébként? Tessé? Összeadt oda hozzá, amikor leestem? Ön esett le? Igen, én voltam. Onnan legyen. Ah, szívesen szóltam csak a kollégáim. Arra vigyázzon, hogy ilyenkor a kollégák lehet, hogy úgy reagálnak, mintha esetleg valamit akarna tőlem, és nem túl pozitív dolgot, szóval ne... Ja, nem, véletlenül se. Csak nem akartam, igen, hogy baj essen. Messziről ezt lehet nem tudják, és legközelebb óvatosabban. Jól van, oké, köszönöm szépen, hogy szólt. Mindenképpen én köszönöm, hogy... Örülök, hogy nem lett nagyobb baja. Na, ennek én is. A drága menny azt tudom, látta a dolgát? Kettőzötte a lábát, vagy minden? Nem, akkor még a pályára őt is. Jó, doktor úr. Mi a félni? Csak nem a doktornő a mennyasszonya. Dehogy nem, az Eszterke. Jó, hát akkor én leszek egy Lace chipset. Uram. Igen? Nem, a kollega. Ja, értem. Viszont én magához szólnék, uram. Miután... Na, nézzük, egy jó chipszecske. A sorakozóra. Jó, már is, csak még kajcsizok egy kicsit. Megyek, sorakozok. Ú, meg egy kávé, egy jó kávét. Csak megiszok. Az még olcsó is, 500. Nagy jönni. Ott nézze meg, ott elvileg van két helység, hogy ott talál esetleg beírókönyvet, vagy... Jó, aztán, hogyha lesz kollega, akkor meg ilyen érte a maximum. Azt nézze meg ott azon a rész. Rendben, akkor... Itt nincs egy szemetes, hova dobja ma ezért a kávét? Na mindegy, hát akkor... Jó szolgálatot, vihezzem. Majd kidobom a földre. Ó, de jó volt ez. A cél aljában szerintem lesz majd szemete. Igen. Akkor lehet oda érdemes majd kidobni. Ne, most mi történik? Nem tudok kimenni. Önök ki tudnak? Ja, mert hogy tolják az ajtót. Mely kollégák jöttek volna be. Jaj. Miért az urat nem kéne visszavinni a többiekhez? Uram. Nem tudom, az úriembernek a ruházatát átnézték már. Még ott kint.
Uram, unblockkel a... Igen, csak most nem olyan régen az egyik úriembernél találtunk egy törött sörös üveget. Meg egy most lehet itt sört kapni? Raziázzuk a rabokat. Igen, uram, meg egy kés is találtunk. Milyen sört? Rusz, uram, jöjjön. Nem feltétlen kell akkor oda mennie, uram, akkor annyit kérnék, hogy forduljék a fal felé, és akkor a kolléga átnézni a ruházatát, hogy nem rejtegelte esetlegesen velem. Jó van, persze, nincs semmi gond ezzel. Kurva élet! Vaklárma! No fene, no fene! Mi volt? Találtak valamit? Na, csicseregjén csak az úriember, honnan szerezte? Miri? Mit? Mit talált? Erről a törött üvegről. Törött üveg volt a zsebembe? Hát biztos az a paraszt csinálta nekem oda a zsebembe. Ott volt egy faszi, azt magyarázott itt, hogy őt nem sokára kiengedik, és hogy akkor hagy nekem egy ajándékcsomagot. Azt nem néztem meg, mert féltem, hogy beleszarik. Azt ott hátul volt. Egy üveg volt benne. Ha megkérdezted bárkit, nem ártottam én itt senkinek, nem is terveztem, miért bántanék itt bármit. Tehát terhes feleségem van, itt volt végig, most ment el. Áldott vagyok. Na jó, hát lassan, hogy kivéve dolga. Ezt most szépen ideadja nekünk. Te meg majd látasd el magad, nehogy valami gond legyen. Jézus, ott meg lőnek ki megint. No, szóval, csak hogy lássa, kivéve dolga. Ezt most szépen ideadja nekünk. Te nyugodtan, aztán bármit. Utána együtt működök. Normálisan szépen elvégzi a feladatot, aztán akkor mehet vissza a feleségihez. Gyurogatok, edzegetek, semmi rosszat nem csinálok. Kiszabadulok és új ember leszek. Fogom. Integrálódom a társadalomba. De aztán szaván fogom. Nyugodtan, fogjon, amin akar. Rosszaságon kapom, akkor kellemetlen estéje lesz egy gumibot társasággal. Az biztos, sose tennék ilyet, biztos úr. Soha. Így van, még jegyeztem az arcot. Jó, jó, nyugodtan jegyezze meg, én vagyok a Feri. Nem hallom önt egyébként. De elhiszem, bármit is mond. Lehet, hogy inkább megyünk ki. Igen, egész helyet, hogy jobb. Nem, a kereszt nevén lepődött meg a kolléga valószínű. Hogy Feri? Igen. Vagy melyik Feri, vagy mire gondol? Á, valami olyasmi. Hát de miért, ez gyakori név a Feri. Nekem is volt egy Feri nevű sógorom. Ha meg tud nézni, biztos benn vagyok ott a bőtön adott bázisban, most lefotóztak meg, én vagyok a vágó Feri. Viszont bemeltek a cellába, mert rettentő mód fosnom kell. Persze, persze. Köszönöm szépen. Jelölre most még egy tárta börtönnek látom a lezárása, úgyhogy elkísérjük a célolja. Le van zárva a bőtön? Hát láthatja, kedves raptársai éppenséggel ölelgetik a betonfal. Ja igen, igen, razzia. Bőtön razzia, nem? Úgy hívják ezt? Igen, igen. Én léptem kicsit, én szeretem a börtön RP-t, szerintem ez tök jó. Meg hát beszélgetünk az emberekkel. Dö-dö-dö-dö. Hát addig vállalok valami jó munkát. Mondjuk ezt az elektromos lófaszt, az állítólag jó megy. Hát beszéljen az őrrel. Tartatod magának, csak előtte kulázok. Mondjuk elég sokan neki altak már ezeknek a dolgoknak, aztán... Igen, de most mindenki a falat elelgeti lehetőben. Megutóbb azt az infot kaptam az őrtől, hogy kezdenek elfogyni a hibás szekri. Aha. Ez zárva van, hát ide nem tudok kulálni. Nyitom csak maga. Nincs nyitott? Ez elvileg, nyitva van, hagyja csak. Elvileg ki lettek nyitva a céllag. Na nézzük csak. Pisi. Kaki. Ah, már is jobb. Felül megnyitom a csapot. Jól megmosom a kezemet. Ah, sokkal jobb. Ha mindenki basz meg ott van kint a tér, akkor hogy nincs munka?
Hát szerintem mert valaki felvette, vágod, aztán ott van kint. Ah. Aha! Szereztem takarító melót! Az volt. Jó munkát! Na, te jó munkát! Köszönöm! Elnézést, kienged, de takarítanom kell sürgősen. Mondjuk az edzést nem ajánlom, mert én lefeküdtem a fekvői padról. De érted, bent vagyok, bocsánat. Mennyire szerintem? Ó, ne, hol van az utolsó pozi? Szép napot. Szép napot. Keresem, hogy a rejtegbe kell. Ezt kérdezi a számát. Az én számom vagy? Igen, de utalt rám a börtön, 17-es volt. Az urát lett most. Igen, már átkutattak, köszönöm. Hol van a következő takarítósai? Vehetünk újat. Ó, megvan. Kurva élet. Elvették ezek a gecik a telót. Elvették a telót. Szóval szeszi. Mocskos szemetek. Na, tőle meg a késsal meg bassza meg. Ufi jött a kiwi meg nem tudom micsoda, és téged keresnek meg a sast. És sastot hallom? Most beélesztik újra, igen? De igen. Tehát, hogy jöttek, látod a kúr. Szóna közben minden második magadomodra. Nézd ki, elcsetelem. Köszönöm, ennyi. Persze, igen. Nem mondod, de utána. Van látogatás, csak ők nem hajlandók, hogy mindjárt szuper. Ó, király, na, elengedtek 10 percet. Elektromos munka. Stipi, stopi, elektromos munka. Megszerzem az elektromos munkát. Szóval megcsináltak egy ilyen munkát, 10 perc mínusz belőle egyben. A másik, az 20 percet volna. Elbasztam a sok értékes cigimet, csak az, hogy elvegyék ez az a... megvan az elektromos munka! Takarítás van, azt mosolyogtam le. Na nézzük az elektromos melón. Dam 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 dara. Ez így kár, hogy csak ketten tudják csinálni, ezt nem tudtuk. Meglátjuk, hogy ezen tudunk-e csiszolni, ne csak ketten tudják, vagy hogy több meló leessen. Én próbáltam azt, hogy több meló leessen, de hogy nem lehet. Hogy ne lenne faszom, mehetünk. Melyiket szúrjuk először? Na nézzük. Én... Szuper! Van az első. Miért a következő? Oké. Viktor is egész hamar kiszabadult, amikor lehet, hogy nem 12 órát kapom. Ebből azt hiszem 3-at kell. És akkor tudom kijutni. De úgy látom, többen is tudják csinálni, mert ott is csinálni egy csávó. Csőváz, jó megy a meló? Aha, aha. Megnézem, azért biztos jól csinálta, de meg... Ó, bazd meg, hát ez itt még szar. És húzalaszhattam össze az egészet újra. Ilyen kókán szar melót végezni. Nem is csodálom, hogy a börtönben rohadt be, ez nem igaz. Én. És el is engedtek 20 percet. Csak kívülről lehet tölteni a számára pénzt most. Nekem most küldtek, halott tele vagyok zsében. Mi kell? Küldtek, van 300 ezerem a számlán. Mi kell mondani? Már most számoljunk. Ja. Mennyi egy cigi? 8000, nem? 11 cigim van. Igen. Azt számolom, hogy egyébként még kinegy
Hát mert hármasával járnak a rendőrök most már, mert leszúrogattuk őket. Hát nem csodálom. Hát hogyha hármat le akarunk szúrni, az három fegyver, meg három ember. Tehát hogyha olyan helyen vannak, hát, hogy bejönnek ide. Nem? Hát vagy öt, igen. Az... Hát de most... De ezeket olyan helyeken kéne leszúrni őket, ahol... Bahol nem látom, becsalni őket mondjuk oda, vagy ilyesmi. Á, de figyeljetek már, most, jaj, hogyha megölünk mindenkit, hogy megyünk ki? Hát az fogalmam sincs még. Most megöl, meg... Hát nem tudom. Nem értek hozzá. Hát a félek, hogy megölünk valakit, ezt még rábasznak még büntetés, érted? Ja. Nem tudom, nem. Volt már olyan, akit kulélte, hogy kinyírtak valakit, aztán nem kapott extrát. Akartok vérengzeni? Leszúrtam a vadzoltánt, aztán pedig érzek. Akarsz vérengzeni? Imádom. Csúrit már kétszer leszúrtátok. Szavasz, buci. Na, csivált. Merre vész? Tönkre. Feri. Mondjad. Mi van, elmész te a francba? Most miért? A fals infót adtál meg, mikor telefont adattad. Hát nem mondtad, hogy ide kell jönnie és izé... De, mondom, a recepcióval kell beszélni. Azt nem, az lemaradt. Ó, oh. Akkor lehet, rosszul mondtam. Hú, engedj már oda, hogy csinálod ezt? Tiszta szar az egész. Börtönlázadás lesz. Ah, igen? Nincs, elvették be, meg most vették el. Na, egy perce. Még egyet tudok adni. Kinek figyelj, adjak? Van izé. Ennek itt. Van cigim, meg pénzem, szóval tudok venni neked. A szőkének? Jó, szőkének. Aha, szőkének. Ezt még megcsinálom. Így. Szia paplavag, ebből a börtönből meg lehet szökni? Jelenleg még nem lehet. De tervezzük, hogy meg lehessen. Ha ügyesen leárpézik, bármi meg lehet. Hogyha a rendőrök belemenne. De jelenleg úgy van, hogy... visszarak a script, hogyha kiugrálsz. Ahogy jönnek adok a nagy csalósrátok, azt kicsalják magukat, akkor az nem jó. Szerintem a sasékat most lőtték agyon. Ezt nem értem, miért akar mindenki mindenképpen gyilkolni embereket. Hú, el is engedtek 20 percet, ez jó volt. Mi tart rám fegyvert? Én csak csinálom az elektromos munkát. Nem baj, csinálja nyugodtan. Nem tudom. Valakikre ott lőttek. Ami lövöldözés van ott kint, bazeg, de meg... Figyelj, hogy csináld az elektros munkát, elengednek 20 percet a izébe. Hát jó, most nem rossz. Került hozzám először. Ja? Az jó, én is azt csinálom, futok rá. Jó hét, Lina! Ó, hogy a jó Isten húzom. Gondolkozom, lehet, hogy ezt a 20 percet feljebb kéne húzni. Vagy hogyha... ez jó volt. Vagy hogyha nem is a 20 percet, 10 percet felhúzni 20-ra. A takarítósan. Hogy azért ennél könnyebben tudjanak szabadulni. Hogyha vissza akarnak integrálódni a időbe. Bár 12 órát csak azért kapnak, hogyha rendőrgyilkosság van, meg ilyenek. Ha nagy DM partit csinálnak, akkor... másért nem kapnak ilyen sokat. NFM volt még ilyen börtön RP, az is kurva jó volt szerintem. Ott is elevadulnak az indulatok. Védni. Buci! Mondjad! Megvan a rádió! Megvan a rádió?
ott lehet rádiót venni, ott. Nagyon király. Tehát kell hozzá a cigi. Meg Loki, megvan a rádió. A rádiót. Én is, én a telefont is megtaláltam, csak el. Van rádió is. Igen, van rádió. 40, ott van bent, ott van. Nálam van cigaret cigim. Abba 20 szál. Honnan szeded? Akkor megvan a rádiót, baszol. De honnan lehet izé? Tudom, ezt behozta, nem? Még kaptam. Ezt kérdezte a bank számámat, basz meg, de elfelejtettem. Nekem meg lehet utalt 300-at, szóval tudok venni bármit, ami kell nektek. Kaját vagy piát tudnál nekem venni? Kaja, meg pia. Kaja, meg pia. Persze, gyertek, meghívlak titeket. De egyébként tudtok igényelni ingyen. Kapsz igen, három üdítőt, meg kantinba. Két hamburgert, igen, a kantinba, ott arra elmegyünk. Akkor már veszek nektek cigit, gyertek. Nem tudtok bemenni. Miért? Mert a rendőrök kidarálják valakiket, elkezdek barakedni. Mi van? Hát érdekel volt. Lelőttek két-három üdítőt. Én is megmentem két rendőrt, csak padba. Most vagy éhen döglünk, vagy valami lesz. Igen, vagy nem ülnek, vagy... Az adjuk! Adjon a kaját. Van nálam kaja? Cigi van nálam. Nem akarok annyira ugrálni, mert van nálam egy telefon, el kéne rejteni az egyik izébe, bazd meg. Hát dugd fel a seggedbe. Hát... Lehet azt, de ezt várja. El, bassz fel a kezedre. Étkezni akarunk, geci. Nem olyan döglőt. Szépestét! Visszagyörtök már vissza. Zárva van a kantin még mindig? De meg fogok halni, Szomjan! Éheznek! Nem ennyi, mert aztán örökre itt leszünk. De miért a kantin előtt kell szurkálni? Nem tudom, bazd meg. Legközelebb azt szúrjuk meg, aki a kantinnál szurkál. Na, Pufi, mondom az infot, várjál. Van a felettünk valaki, faszokon is. Ha bemész a kantinba az ajtón, és tovább mész egyenesen, ki tudsz menni a külső rácsokhoz. Gyűrűre. Igen, voltam, látok a tudat. Na, te... Hála, akarok szó... Menj már innen! Ó, Istenem, jó van. Ember! Rámívott a rendőrt, bazd meg! Te... Szóval kint ízél? Bemész a kantinba, és mész egyenesen tovább. Csak mész egyenesen, ott van egy ajtó, és ott ki tudsz menni, és akkor a külső rácsokhoz kerülsz, a külső gyűrűbb, és ott van egy nagy darab bizonyos fekete ember, aki járul neki a telefont. Elvettem, 20 vagy 25. Van 2 cigén, meg elvettem egy telefont a rendőr. A rendőr? De hogy vetted el? Leütött az arat? Meg. Ott feküdt a rendőr, mondom, oda meg, hogy lehajoltam pacekba. Kéne telefon, meg ilyen. Jó, ha annyit a cégém nincsen, bassz meg. Mennyit van? Nálam 11 van. Ha 45. Azt tudod, hogy 11 van. Ha nálam 2. Tessék, itt van 11. Hát dobsz, tekerjetek cigit. De nekem hol? Nekem dobozket. De látod a izét? A cigitekerő asztalt? Nekem itt mondta a fehér pólusa, lehet cigit. Hol, tesó? De hol? Nem tudod. Itt kéne lenni, de én nem látok itt asztalt, ahol kéne. Én látok semmi. Hát itt látja. Ja, összetörték szerintem mindegy, azok a gecik. Szóltam a vágoszösöknek, hogy majd izé, hozzanak már be nekünk jó sok cigit. Ledobják bazd meg helikopterről. Rádióra terepnek, ha rádiózol a... Van valakinek rádiója? Nem, telefonom van csak. Nem, írjatok már bazd meg a vágoszösöknek, hogy hozzanak cigit. De hogy hozzák ide? Pont jókor jötték. Kimegyünk bazd meg a helivel, szerintem az beengedik a rendőrök, nem? Cigit? A Lost az 10 kartonnal. Csak be kéne, nem? Jó, hozzá, várjál, de itt a heli. Jönne, ott jönnek, bassz meg. Hát, hogyha jól viselkedünk, akkor csak adhatnák nekünk cigit, nem? Hát, de nem viselkedünk jól. Menjünk kosorozni a gecibe. De úgy csinálom, mint hogyha jól viselkedünk. Melót csinálni. Ja, én is szerelem. Rendőrök miért nem mennek amúgy el? Régen, mikor a csillagba is zárták a rabokat, raborsítás után elmentek. Most miért nem mennek el? Hát gondolom, hogy most szeretnék erpézni. Én nem tudom, én azt hittem, hogy elmennek, és mi egymással fogunk erpézni, meg az új jövevényekkel, meg ilyenek, hogy így, nem tudom, engedik, hogy legyen egy rablás, meg ilyenek. Nézzük csak, hogy van. Hát ezt elég szarul hegesztetted, várjál, újra hegesztem itt. Erre, így, az itt. Így tökéletes pompa. Kicsit nyálazd meg a végét, az a lényeg, úgy jó lesz. Oké, okay, oké, okay. Fiamad, azt jön, nem a kiteket
Micsoda? Azt mondja, nem tud neked pénzt utalni? De már utalt, mi kell, mennyi kell? Az a baj, nem tudunk oda menni, mert hogy ott a rendőrök izgalomban vannak. De mi? Valakit ledöftek a konyhába, aztán lezárták a konyhát. Istenem, meg kaján is biztos hasonlóan. Vagy csak a csík bagoltál, vagy a munkám bagoltál. Ha a munkám bagoltál, az sokkal szomorúbb, mint hogyha csak a csík. Mert ez a kis háromszög az szokott itt lenni. Na, és az előbb itt volt. Hogy nem bagoltál és elengedtek? Nem néztem, hogy ki írta, hogy elengedtek neked őt 10 percet. 20-at. Cső. Telefon. Mit csinálsz itt? Telefonozok. Te csizel? Aha. Kivel? Hát próbálok izét szerezni. Mit, cigit? Cigit vagy bármit. Ez jó. És nem veszi fel senki a telefon, geci. Na, ez meg hihetetlen, hogy ilyenkor nincsen senki. Be kéne hozzatni cigit. Írta és megkaptad a 20 percet. Ó, köszönöm. Belső nézetből nem lehet látni az asztalt, ami a kantinban van. Hát, szerintem nem. Néztem. Mit kell lennie? De hogy végigmegy a hangos beszél, a depresszív szöveg. Igen, igen, igen. Itt kéne lennie, de nincs itt. Nem tudom, hogy miért nem. Majd valószínűleg máshogy megcsináljunk. Ne bukkos. Egyébként csak itt kéne csencsennünk a sunyiba, aztán cső. Nincs több meló, azt már csinálja valaki. Jövőjelet. Takarítás? Az van. Meg taksizni. Zolikám, köszi szépen. Cigiribigirek, kösz. Szép napot, csak takarítani jövök, csak takarítani jövök. Ídni. Tudom segíteni az ornak? Persze, mert egy 20 percig szállt. Itt is egy kis taksi. Ornak is mentősre lesz szüksége? Így. És már kész is van. Na most ez mennyi volt? És 10 percet levesz. Hát nem volt szerintem az egész 1 perc. Ki ír neked folyamatosan? Az egyik bladzos gyerek. Vagy volt bladzos, nem tudom. Egyszer a szomszédom volt. Nem kezdem lelövöldözni a rendőröket egyesével. Már ennek így. Nézzük csak. Most már annyi kedvem sincs följönni a városba, mennyi volt. Ember, 12 óra hagyjuk már, ember. Ezzel megnézem a rendőröket. Két perc alatt lemegy 20 belőle. De hogy megy le? Hogy menne le 20? Hát úgy, hogy válasz egy elektromos szerelést, és 20 percet levon. Hát de azért dolgoztam, és tőlem semmit nem bont le. Végig csináltad? Az egyik 10-et von le, a másik 20-at? Hogy végig csinál? Nekem kettőt tudtam megcsinálni. Én semmit nem bont le. 20 percet levon. Én már ilyen 9 óránál tartok. Ember. Partok, és be akartak rakni még 12-re. Ja, megölte egy rendőrt, gondolom. Nem, 9-et. 9-et megöltél?! Most mi az? Hát az a legnagyobb büntetés. Leszúrtam őket. Leszúrtam. Egyet fixen szerintem megöltem itt bent, mert szarrá szurkáltam, amíg mozgott, addig szúrtam. Aha. Ott kint meg leszúrtam, vagy 6-ot, 7-et. Szerverre lesznek ügyvédek? És itt vagyok, mert nem bírtak elkapni. Kellene egy jó ügyvédbagázs, és ezt levinné a büntinket, az jó lenne. Hát nem volna rossz. Bazza pont az a kemények, amiből rendőrök, nem áll. Don't fosh.
Ezek meg így lőnek. Nem lehetne minket csak itt békében hagyni? Tisztelet! Cső. Csá, buci. Csá. Mi a fasznak van itt ennyi rendőr? Mi nem húznak innen a faszomba és hagynak minket létezni? Mi van C? Semmi hallott, mi? Top C? Az inszert jöntekig. Igen. Sassa mi van? Tudsz valami? Nem tudom, az előbb vitték befele. Ide belekapott. Az insurgentekig amúgy tudom az utat, utána meg jöttek befele mentősük, majdnem ott is kiosszántam, csak a valamelyik vamzert rendőr beköpött. Ahaj, veszek kaját! Úgy majdnem meg volt. Ja, én is veszek, szerintem. Pufi! Hol van Pufi? Hm? Majd mondanáik neked valamit. Mondjál. Gyere, gyere. Várjam. Gyere, soha. Azt mondja, cigi, 100. Az nincs. Pénzem pot, meg hát hozom. Ja. Adja már valaki inni, mert meghalom. Ingyen van. És azt nem értem. Miért nem tudok venni? Cigi. A ízét kell kérned. Igen, azt a csomag. Gyere Pufi, majd kint megvállalak, az keres engem. Jó. Ja, oké, köszkecsünk. Ajaj. Jaj, 30 cigit tudtam szerezni. Csá, sors, tiért kerestelek, meg vagy? Csá, geci! Jó, hambi meg víz. Melyiken? Ott, az oldal folyosó. Az igádja, oké. Engedje ki. Engedje ki, kollega. Hazamegyek. Figyelj, már sose hova vitték. Nem tudom, hol visszük, lehet, hogy megkúrják ki. Köszönöm. Tire. Ez az! Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Kiebb vagyunk. Ez fasza. Nagyon nyomják a szirénen. Le tudok kijutni. Oké. Mentős kocsival. Keszi a mentős kocsival. Tényleg. Kerülni, ez a másik irányba fog visszavinni. Beszállni a mentős kocsiba, és csak meglapulni. Némán. Az a baj, hogy a script vissza fog rakni, de egyébként akkor a play of the game lenne, amennyire csak lehet.
Hát és csomag tartom. Valahogy meg lehet szerintem. Itt eljutottam eddig. Ez már fél siker. A sikerül kijutod, szedd le magadról a scripted. Ha így sikerül neki jutni, akkor lehet, hogy írnék egy reportot, hogy... ...szedjék le. Az a baj, hallom balra a helikoptert. Ha már elmentek volna innen a rendőrök. Akkor talán találtam volna már valami megoldást. Ha erre megyek, akkor arra a rendőrök. Ott a rendőr, geci. Nehogy kiszúrjon. Remélem nem néz erre. Hát egy hülye ötlet volt tőlem. Kifeleztet, hogy menj egy mentős csomagtartó. Nem szabad, az nem csinált illegális dolgokat, és az börtönből szoktatás az az lenne. Az, hogy ad nekem pénzt, meg ilyenek, az még rendben van, de ez már nem lenne az. Jó, arra a másik tetőre át tudok menni. Már megint lőnek. Ott szerintem annak a háznak a tetejére fel tudok menni. Az a kérdés, hogy onnan tudok-e valamit csinálni, aminek van impactje. Hogy kijusson. Szomszéd öcsit, aki bradzos vagy. Hát az, azzal már több esélyem lenne, de ő honnan szerez? Mentőautót, rendőrautót kéne szerezni és azzal bejutni. Lopni egy rendőrautót. És úgy okosba. Ennek az épületnek még magasabbra be lehet jutni. Itt alattunk van elméletileg. A közmunkatér.
Nem tudom, hogyha erre átmegyek szembe, akkor az segít-e rajtam, vagy sem. A kis gyűrűbe kijutottam, most bejjebb másztam a belső gyűrűbe. Jó ét, Józsi! Azt akarom, Riotta kidöntötték a rácsot, hogy... Valami ajaj. Szerintetek kiszúrtak? Vagyok benne biztos. Egyik rendőr helikopter az elmegy. Ez a másik. Ez ami problémás. Ez már megint itt van. Talán, hogy itt erre átmegyek, akkor nem vesz észre. Az baj. Az ott baj. Oké. Okay. Helikoptert kicsereztük, de ott láttam egy őrt, ami megy. Egyre közelebb vagyunk a kijutáshoz, gyerekek. Nem tudunk ide hívni egy helikoptert, hogy csináljon bármit. Nem látod, hogy 2-3 helikopterrel vannak itt a rendőrön? Miért vannak még itt? Esküdően izgulok! Nem tudom, hogy mit csináljunk! Nem hallok helikoptert. Elmentek a helikopterek. Lehet téged keresnek? Lehet. Ott a kijárat. Szerintem át tudok jutni arra a házra innen, ahonnan ki tudok jutni a kijáratra. Ó, bazd meg, ott van egy őr. Nincs nálam. Oké, visszafordul. Hát, hogy kell figyelnünk azt az őrt, hogy hogy megy. Oly közel a cél mégis, hogy távol, igen. Ott egy konténer. Oké. Okay. Itt át kell jutnunk oda. Amikor visszafordul az őr, akkor átfutunk. Ó, ne! Nem jó. Lehet, hogy kéne egy bökő, hogy ledöfjük. És akkor tudnánk arra átjutni.
Nem tudom, hogy ez felvissza a toronyba esetleg. Leütött kérdője? Hát, ez is benne van. Az alattam lévő cucc elméletileg kapcsolódik hozzá. Összehozunk. És ilyenkor PP-sen veszek fegyvert, olyankor mi lesz? Azt szerintem ez nem lenne a legjobb ötlet. Nem látom az őrt. De ha én nem látom az őrt, akkor ő se lát engem. Beleolvadunk a környezetbe. Oké, visszafordul. Nem tudom, hogy kik vannak. Kik vannak elő? Itt szerintem át tudnék ugrani oda. Nem tudom, hogy visszatudnék-e. Jó. Vannak ketten. Erre így nem jutok ki. De ne esd, bazd meg. Elmentek a rendőrök? Én úgy látom, mintha úgy lenne. Hallottam még lövés, még vannak őrök. Körbe jutottunk. Ez eddig még jó. Egyelőre még nem látom, hogy hogy tovább. De ez eddig nem olyan rossz. Csak még nem jó. Go, akkor go, Valhalla, nem.
egy rendőr. Középre kellett volna bemenned, nem? Nem tudom! Nem tudom! Nem tudom, én nem vágom a GTA online-os szökéssel. Én csak nagyon izgulok, hogy merre lehetne menni. És most eljutottunk oda, ahol még nem voltak emberek. Itt egy admin. Egyre több admin van. Nem tudok kijutni. Puffy. Ne! Ne! Ah, nem férek át. De lehet, hogy igen, hogy kicsit zsigubigulézek. Pedig én látom, hogy átférnek, nem vagyok olyan kövér. Az a baj, hogy mindent zárnak, és nem lehet kimenni. Nem adjuk fel. Right. Valahogy kijutnánk a külső gyűrűbe, kijutnánk ahhoz a szarhoz. Akkor onnantól kezdve már csak egy transportot kellene szereznem. Mert ott már... fizetni, hogy dobjanak át egy ejtőernyőt a rácson, és onnan kiugrani. Hát valószínűleg nem nyílna ki. Ki lehet amúgy szökni? Meg van-e csinálva? De nincs. De hát most hibákat keresünk. Ha megtaláljuk, hogy ki lehet jutni, akkor kijutunk. Hát ez a kérdés, hogy meg tudjuk-e találni, hogy ki lehet jutni. Ki lehet-e valahogy jutni a börtönből? Ez a küldetésünk ma. Én egyelőre még nem találtam meg. Az a baj, hogy nem lehet így. Hát semmi se lehetetlen. Megnézzük még egyszer, bemegyünk oda középre. Addig az jónak hangzott. És ott van egy nagy irányító panel. Ami végigvisz a börtönre. Hát van egy valami, ami kivisz kintre. Kerítés mellett a kis épületnél nem lehet ki... Hát de oda el kell jutnunk. Ha eljutnék a kerítés mellett a kis épülethez, akkor lehet, hogy ki tudnék ugrani. Arra nem lehet felmászni? Arra feljutni valahogy, szerezni egy ejtőernyőt, és kiejtőernyőzni. Ez az egyik, amit látok, de nem látom, hogy arra fel lehetne jutni, szóval valószínűleg nem lehet.
Azt látom a legmagasabb épületnek ott szemben. Próbáld meg a 4-es toronyt, nem tudom melyik a 4-es torony. Négyes torony. Ó, ott a 4-es torony. Hegyről beugratni egy kurva izével, motorral, vagy valami. Max admint hívni, hogy kinyissa az ajtót. Hát, ez miért nyitná ki? Egyelőre is. Én is kinyitatom az ajtót, hogyha felveszem az adót, itt tulaj vagyok. De itt nem az a lényeg, itt RP-sen akarok kiszökni. Rájönni, hogy ki tudok-e szökni. Egy kurva elfelejtett ajtó kellene nekem csak. Egy, amit szarul zártam le. Egy. És akkor már egyre beljebb lennénk. Na, körbeértünk. Az a vöri? Cső! Halló! Ez meg körbe mentem, annyira izgultam, hogy hát ha valahol meg tudok szökni, de nem találtam sehol semmit. Hát, feljutottam a felső szintre, ahol az őrök mászkálnak, meg ilyenek, de ennyi. Itt is van szerintem egy lépcső egyébként. Ja nem, itt nincs lépcső. Várjál. Bazd meg! Kiszökni akartam és beszöktem! Ó, fenébe! Jaj! Hát ez fájt! Bazd meg! Kiszökni akartam, azt beszöktem! Nem ugye rendőrök? Nem tudom, hogy van ez most. Na jó, találtatok valami gyenge pontot? Csácsa, te is. Gyenge pontot? A rendőrök, azt hát a rendőrök. Szökni körbe, de nem találtam, aznak sehol semmi. Én is körbe mentem, felmásztam mindenhova. Felmásztam én is mindenhova, de nem találtam sehol egy olyan pontot, ahol még át tudjuk menni. Ki lehetne ugrani, de kurvára fájn. De hát oda fel kell jutni oda, hogy ki tudjunk ugrani. Te feljutottál oda? Az törtoronyba? Aha. Ott már voltunk előbb hárman is, de azért mert már nem tudom valamelyikbe itt, ahogy ki lehet menni társalgó fele. Igen? De rendőrök kibaszták a kerítést, tudod, azt ki tudtunk mászni. Hát is nem lehet felhívni valakit, hogy kúrjon át egy izét, egy ejtőernyőt, azt a toronyból leugrani. Az is. Az a baj, hogy tehát ha a társalgóik betudnak, amikor nem tudják átadni. Előbb a srácok cigiket csempésztek ott a kerítésnél. Azt mondom, a kerítésen dobják át, átkurnának egy ejtőernyőt, de ki tudnánk ugrani vele. Mondjuk benne van. Elég magas az az őrtorony. Hát, vagy igen, vagy nem. Egyel ki kell próbálni. De föl lehet menni? De valami feláldozhatóan bepróbálni. Valaki feljött. Nem cigi kell, bazd meg.
azt beszéltük, hallod, valaki állítólag már a külső tornyokra feljutott, szerezni izére, kintről basszanak be egy ejtőernyőt, és kiugrani. De beesett ez a szerencsétlen. De nem lehet kiugrani, ki lehet? Én is beestem. Beugrod, bazd. Csak ő nem szabadul sehova. De kifele kellett volna kiugrani, átkúrnak egy ejtőernyőt, és azzal kimenni. Hát nem mehetünk, hogy kimehetünk. Hát nem tudom. Valami elméletileg vagy gyakorlatilag? Hát gyakorlatilag, meg elméletileg. Te helikopterre tudsz állni, de én a furmányosságommal megpróbálom. Mondom, szétbasszák egyből az őket. Helikopter nem, mert az helikoptert nem szabad, de az kilövik. Ja, gondoltam, hogy ott állnak az őket. Csak a rendőrség. Az, hogy átdobjanak egy ejtőernyőt, az nem biztos, hogy ez... Hogy lesz az ejtőernyő, amikor onnan kiszállsz, az pofára esel? Hogy szereztél fegyvert? Lőfegyvert. Hogy jutottatok a izébe? A toronyba. Nagyon remélem, hogy... Oké, nincsen dologban. Nincsen nála, nincsen nála. Ajánlom is. Az biztos kért az Amazonról, tudod? Azt hoztam. Ne vigyél, babasz! Pörgett a ládából. De honnan szerzett meg be? Amazon. Szerintem így, nem? Amazon. Ugye nem? Hogy lehet onnan. Ugye nem. Én kinézem, hogy igen. És az vélemény erről? Hát gondolom, hát hogy ez nem lenne rendben. Hát nem. De ha vigasztal, akkor automatikusan, amikor kimegy, elveszik tőle. Az kidobott pénznek hívják. Na mit vegyünk a csudapest? Torony! Azért, torony! Valaki csímére. Mutassa meg, hogy jutunk fel egy toronyba. És megtervezem a szökésünket. Megdöglünk a leugrasz, bazd meg! Dehogy is, simán fognál egy ejtőernyő és leugrom. Öreg, ugye nincs nálad lőfegyver. Nincs lőfegyverdik. Lehazudjál. Gyere. Hát mondom, nincs nálam. Hát geci, miért lenne nálam lőfegyver? Azt mutassátok meg, hogy ketoronyba jutni nem jutottam fel. Nem lehet, nem mindegyik nem van zárva. Nem van. Azt szár, mondta valaki, hogy az egyikbe feljutottam. Hát ez a hülye azt mondta, fegyver van nálad, az mégsi. Hát toronyban tényleg volt.